Elgondolkodtál már azon, úgy igazán, hogy mi az élet értelme? Miért vagyunk itt? Honnan jövünk? És hová kerülünk, miután meghalunk? Ebben a földkoráról szóló előadásban Dr. Hovin szilárd bizonyítékokkal szolgál arra nézve, hogy a Föld nem több milliárd éves, hanem szó szerint vehető a hatnapos teremtés, amiről a Biblia első fejezete szól. Sziasztok, Erik vagyok. Remélem élvezni fogjátok Dr. Hovin hihetetlenül élvezetes előadását, melynek címe a Földkora. Hello. Örülök, hogy itt lehetek köztetek. Ken Hovin vagyok. 15 évig természettudományt tanítottam középiskolában, 16 éve pedig evangélistaként előadásokat tartok a teremtésről, az evolúcióról és a dinoszauruszokról. Hiszek abban, hogy a Biblia az élő Isten ihletett és tévedhetetlen beszéde. És azoknak, akik még nem tudják, elmondom, hogy a Biblia az alapvető útmutatónk halálunk előtt, és jól tesszük, ha elolvassuk, mert elég hosszú ideig leszünk távol. És mivel odaátról már nem is jövünk vissza, jobb, ha biztosra megyünk. Nos, keresztényként mi az én feladatom? Az, hogy készen legyek választ adni mindenkinek, aki a bennem lévő reménységről kérdez. Az elmúlt pár száz év során a keresztények nem adtak megfelelő választ az evolúció elméletére. Ami nem más, mint egy vallás, és megengedtük, hogy ez a vallás áthassa az iskolarendszerünket, jogi rendszerünket, az egész gondolkodásunkat annak ellenére, hogy semmilyen tudományos bizonyítéka nincsen. Semmilyen. Már 12 éve, hogy $250,000 ajánlottunk annak, aki tudományos bizonyítékot tud felhozni az evolúció mellett, ám senki sem tudott. Az emberek hisznek benne, de ettől nem lesz tudomány. Nos, három dolgot szeretnék ezzel az előadással. Megerősíteni a hitedet Isten igéjében. Ha még nincs üdvösséged, megpróbálok hitre vezetni. Nem rábeszéléssel, hanem érvekkel. Ha már megtértél, ám nem teszel sokat az Úrért, szeretném, ha kényelmetlenül éreznéd magad. Rendben? Nos, ez nem a feleségem, csak egy kép róla. Összeszámoltuk, hogy mennyi pénzt költöttünk el ez idő alatt. Elköltöttük az összeset. A floridai Pensacolában élünk, jól érezzük ott magunkat. Három gyermekünk van, mindegyikük már megházasodott, egy kutyánk pedig elpusztult, tehát sikeresen egyedül maradtunk otthon. Csodálatos. Ha még nem tudnátok, eddig négy unokám született. Az unokák Isten jutalmai azért, hogy a saját gyerekeiteket nem öltétek meg, mikor az megfordult a fejetekben. Hányan jöttetek rá már erre? Jó, nagyszerű. És mindannyian körülöttünk élnek, és az Urat szolgálják az általam létrehozott szolgálatban. Körülbelül 40-en dolgozunk ebben a szervezetben, és Isten igéjét közvetítjük az emberek felé. Meg akarjuk változtatni az emberek világnézetét. Több módon lehet nézni a világot, ezt hívjuk világnézetnek. Az egyik ember így, a másik ember meg amúgy látja. Ám az, ahogyan látjuk a világot, az alapján válaszolunk az élet négy fontos kérdésére. Van négy alapvető kérdés, melyre minden vallás megpróbál választ adni. Ki vagyok én? Honnan jöttem? Miért vagyok itt? És hová megyek, hogyha meghalok? Az, hogy erre a négy kérdésre milyen választ adsz, az teljesen a világnézetet határozza meg. Néhányan ezt mondják. Ez döbbenetes, egy nagy robbanás hozta létre ezt a világot a semmiből. Ez a humanista világnézet. Mások ezt mondják. Hihetetlenül rendezett a világ. Kell, hogy legyen egy értelmes tervező. Ez a teremtést való világnézet, és a teremtésen alapul. Ez a két világnézet harcban áll egymással, közülük az egyik téved. Hamarosan megmutatom, hogy melyik. Eddig 92 nyilvános vitám volt az egyetemeken, az egyik Newty Knoxfield-el, akit kétszer legyőztem, és tisztelettel állok újra elébe. Tudjátok, akikkel vitatkozom, azok sokkal okosabbak, mint én, de legyőzöm őket, mert nekem van igazam, nekik pedig nincs. Ám ha az evolúció elmélete igaz, milyen válaszokat kaphatunk a négy fontos kérdésre?
Ki vagyok én, mennyit érek? Nos, ha az evolúció igaz, akkor te egyáltalán nem vagy fontos. Csupán egy szárazföldre vetődött apró lény vagy, semmit sem érsz. Sőt, csak a bajt szaporítod, mert te is szennyezed a környezetedet. És minél kevesebb van a hozzád hasonlókból, annál jobb. Honnan jöttem? Nos, ha az evolúció igaz, akkor kb. 20 milliárd évvel ezelőtti kozmikus véletlen eredménye vagy. Miért vagyok itt? Mi az élet célja? Nos, ha az evolúció igaz, az életnek nincsen célja, a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Tedd nyugodtan, ami csak tetszik. Hová kerülök, miután meghalok? Nos, ha az evolúció igaz, akkor elporladsz, s maximum férgek táplálékául szolgálsz. A Bibliában az áll, hogy kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. Nos, ha ez igaz, akkor egészen mások a válaszok. Azaz, jó, ha tudjuk, ki ez az Isten, mit akar, és megtesszük, amit mond, mert ő teremtette a földet, azaz ő tulajdona, és ezért ő alkotja a szabályokat. Ha pedig nem engedelmeskedünk neki, nagy bajba kerülhetünk. Erről majd később bővebben szólunk. Nos, az ördögnek nem tetszik, hogy Isten alkotta a földet. Amikor az Éden kertjében odament Évához, ezt mondta először. Éva, csak ugyanazt mondta az Isten? Megpróbált kételkedést ébreszteni. A sátán mindig megpróbál kételkedést ébreszteni Isten beszéde iránt. Ezért van annyi zűrzavar a különböző bibliafordítások körül. De erről bővebben majd a 7. videóban lesz szó. A második dolog, amit mondott, dehogy haltok meg. Végül is ezzel hazugnak nevezi az Istent. A harmadik dolog, amit Évának mondott, az ez. Éva, ha esztek arról a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten. És ez az, ahol az evolúció elmélete elkezdődött. Nem Darwinnal indult, hanem Sátán kezdte el az Éden kertjében. Azt akarja, hogy azt hidd, Isten lehet belőled. Igen, a amőbához hasonlóan fejlődtünk, és egyre nagyobbak lettünk, jobbak lettünk, s egy napon új életformákat fogunk felfedezni az univerzumban. Mint a Star Trekben. Az emberek megkérdik, Hovind, szerinted van intelligens élet más bolygókon is? 15 évig tanítottam középiskolában, s úgy vélem, hogy nincs intelligens élet ezen a bolygón. A sátán hazudik. Azt mondja, olyan lehetsz, mint maga az Isten. Azt tanítják, ha jó mormon vagy, akkor amikor a mennybe mész, Istenné fogsz válni, és ha jó feleség vagy, akkor a mennyben állandóan szellemi gyerekeket kell szülnöd. A feleségem nem akar oda menni. Azt mondja, az ilyen hely nem a mennyország. Apropó, van egy jó könyv a mormonok számára, és egy jó honlap, utml.org. Pár éve felfedeztem, hogy néhány múltbeli katolikus teológus azt tanította, hogy az ember Istenné válhat. Még most is benne van a katekizmusokban. Nos, a legtöbb katolikus nem hisz ebben. Sőt, nem is tudják, hogy néhány vezetőjük ezt tanította. De még Kenneth Copeland is azt mondta, az Éden kertjében Ádám a testben megnyilvánult Isten volt. Nem egy Isten van benned, hanem te magad vagy az. Bocs, Kenneth, de ebben nagyot tévedtél. Kenneth Hagin azt mondta, a hívő embert Krisztusnak hívják. Mi vagyunk a Krisztus. Ez helytelen. Ez a poszt már be van töltve. Nem mi vagyunk az Isten. Lucifer az, aki Isten akar lenni. Lucifer mondta, felmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Isten hegyére, messze északon. Fölmegyek a felhőn csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. Tehát Sátán Isten akar lenni, de ez a poszt már foglalt, ezért nagyon haragszik. Hazudott Évának, amikor azt állította, hogy olyan lehet, mint az Isten. Nos, Sátán minket is utál, mert Isten képére lettünk teremtve. Éva bekapta a csalit. Ó, Isten lehetek! Hitler ezt mondta. Ha elég hosszú ideig, elég hangosan és elég gyakran mondasz egy hazugságot, azt az emberek elhiszik. Jobban elhisznek egy nagy hazugságot, mint egy kicsit. Ha valakivel el akarsz hitetni egy hazugságot, tégy úgy, ahogyan azt a két bátyám tette velem. Van két bátyám. Mindig idősebbek voltak nálam. Kb. 6 éves lehettem, Illinoisban laktunk. Hát tudom, hogy Tennessee-ben vagyunk, de ha van itt mégis más Yankee, tegye fel a kezét. 5, 6, 7, hány déli van? Hú, ne feledjétek, ki nyert. Well,
Tehát Illinoisban nevelkedtem. Amint elég okos lettem, Floridába költöztünk, nem tehetek róla. 6 éves voltam, és egy nap rohantam le reggelizni, és én értem oda elsőként, tehát kivettem a tálból az utolsó banánt, hogy a reggeli műzlimbe tegyem. Pár perc múlva bejött a két bátyám, hey Ken, ez volt az utolsó banán? Kérdezték. Aha, mondtam, és az enyém. Közületek hánynak van idősebb testvére? Ismeritek azt a csodás érzést, amikor végre ügyesebb vagy náluk? Aznap délelőtt nekik kellett az én banánom. De a nagyobb testvérek nem könyörögnek a kisebbnek semmiért. Vagy megverik, és elveszik tőle, ami nekik kell, vagy valami módon kicsalják tőle. Így a bátyáim ezt mondták. Hey Ken, tudod, hogyan készül a banán? Azt válaszoltam, nem. Csak 6 éves voltam, és laboratóriumi vizsgálatok szerint az agyat nem is igen használják 18-20 éves kor előtt. Hány szülő igazolja ezt? Nem, mondtam, hogyan készül? A banán hazájában, Dél-Amerikában vannak azok a nagy fán élő pókok. Ezek, amikor elpusztulnak, a lábaik elfolyósodnak, így a banán nem más, mint szétmállott póklábak. Ti hazudtok nekem, mert ez az utolsó banán, s el akarjátok tőlem venni? Nem, öcsi, mondták. Ha félbevágod a banánt, még mindig lehet látni azt a 4 pontot, ahol a lábaik voltak. Kb. 3 évig nem ettem utána banánt. Becsaptak. Hazudtak már neked is? Tudjátok, nem hittem volna el a hazugságot, ha nem lettek volna ott a fekete pontok. Ahhoz, hogy valaki elhiggyen egy hazugságot, csak bele kell keverni egy kis igazságot. Így írtották a patkányokat is. Nem egy tál mérget adtak a patkánynak, hanem egy tál jó ételt, amiben kevés mérget tettek. Így a patkány mére 99,995%-ban jó étel. Ugyanezt a trükköt alkalmazták sokáig a Marlboro cigaretta eladásánál is. Összeegyítik a cowboyokkal. Ha megnéznél bármilyen Marlboro hirdetést, találsz bennük valamilyen utalást a cowboyokra. Mi a kapcsolat a dohányzás és a cowboyok között? Az összes cowboy dohányzik? Nem. Kell-e dohányoznod, hogy cowboy lehess? Nem. Ha Marlboro-t szívsz, automatikusan cowboy leszel? Nem. Lehet, hogy olyan szagod lesz, mint egy lónak, de attól nem vagy cowboy. A laboratóriumi tesztek bizonyítják, hogy nem a dohányos füstöl, hanem a cigaretta. A dohányos csak megszívja. Én igazi nevén hívnám a dolgokat. Mondjuk rákpálcika, leheletrohasztó, életkerülő, köpedékcsomó. Ám ugyanez a helyzet a sörrel is. Megpróbálják a sört kapcsolatba hozni a sporttal. Itt van ez a híres futballjátékos. Az a neve, hogy hülye Bud. Ehelyett Budweisernek hívják, ami bölcs Budot jelent. Itt van Bud Dumber, és az ehhez hasonlók, és el akarják hitetni veled, hogy ha ezeket iszod, akkor focista lesz belőled. Igazad van. A Biblia szerint, ha ezt iszod, tönkreteszed az életedet. Kinek jaj? Azoknak, akik bor mellett mulatnak. A Biblia azt mondja, hogy még csak ne is nézd, hogy gyöngyözik a pohárban. Habakuk szerint jaj annak, aki leitatja embertársát. A Biblia szerint még csak ne is érítsd azt. Kérdezheted, mi baj, Hovin, nem szereted a sört? Nem tudom, soha nem próbáltam. 52 éves vagyok, és soha nem ittam szeszt. Kivéve talán néhány orvosságot, amiben volt. Kérdezheted, honnan tudod, hogy nem szereted, ha még nem is kóstoltad? Egyszerűen, kipróbáltad már milyen kamion alá feküdni? Honnan tudod, hogy nem jó, ha még nem is próbáltad? Nehogy kipróbálj mindent. Másképpen is megtudhatod, hogy egy dolog jó-e vagy rossz. Például, hogy mások hibájából tanulsz. Hú, azt ne tedd, az fáj! Mint a halálra ítélt utolsó szavai. Hé, ezt nézzétek! Szeretem a tudományos könyveket. Sok tudomány van bennük, ám egy kis méreggel keverve, mint a patkányméreg. Nem a jó ételt kifogásolom, hanem a mérget. Van Pensacolában egy dinoszaurusz kalandparkunk, van benne tudományos központ, múzeum és vidámpark, és minden a teremtésre van alapozva. Több mint 50 000 látogatónk volt eddig. Rengeteg dolgot lehet csinálni. Van egy 2 méteres kígyónk, amelyik megevette egy gyereket a múlt héten. Se baj, pótolható, mármint a kígyó. Számtalan dologgal lehet foglalkozni. Például sok állat bőrét és trófákat gyűjtöttünk össze. Nálunk a természettudományos előadás hitben is megerősíti a hallgatókat. Szeretjük a tudományt.
John lőtt egy T-rexet, ami az épület elején látható. Van egy múzeumunk, van benne minden, ami csak lehet. Előadásokat tartunk, és még arra is megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kell tudományos módon gumival célba lőni. Van-e itt olyan fiú vagy lány, aki szeretne így módon célba lőni? Jó, a fiú ott, gyere. Még egy lány is. Na, ott hátul. Gyere, szaladj. Hogyan lehet egy gumival tudományosan célba lőni? Szabad nevét, uram? Josh? Hány éves vagy? Egyszer egy egész éven át én is 10 éves voltam. 11 kellett volna, hogy legyek, de csak 4,5 évvel haladtam meg a 6-ot. És hány éves leszel 12 éves korod előtt? 11. Mennyit fizet anyukád, hogy jó legyél? Nem kérsz érte pénzt, és 10 éves vagy? Vegyél ki egy gumit, Josh. Barna. És a kis hölgyet, hogy hívják? Laura. Vegyél te is ki egy gumit. Persze, hogy rózsaszín. Nos, Josh és Laura, az a feladat, hogy a gumit a terem közepébe lőjétek. Rajta. Az nem lesz jó, az kettő. Tessék, itt van egy másik. Ezzel próbáld. A terem közepébe. Ez az asztal. Nem túl messzire sikerült. Laura, most te próbáld. Ez sokkal hátrébb talált. Nos, figyeljetek! Hadd mutassam meg, hogyan kell tudományosan ellőni a gumit. Készen álltok? Figyeljetek meg, hogy az ujjaim végig a helyükön maradnak. Elhiszed? Figyeljetek! Látjátok hátul azokat az embereket? Na, kb. A terem 3/4 részéig szállt. Most biztosan egy olyan kérdésen törjétek a fejeteket, ami 5 szóból áll. Na, ezt meg hogy csinálta? Mielőtt megmutatom, hadd magyarázzak el valamit. Néhány gyerek jobb, ha nem tanul meg bizonyos dolgokat, mert úgymond később veszélyt jelentenének a társadalomra. Ki a felelős ezért a gyermekért itt? Igaz ez rád nézve? Anyu rázza a fejét. És vele ki jött? Senki. Igen, ott hátul. És a férjed itt van? Hát figyeljetek. Most jön a tudományos módszer, jó? Két oldala van a guminak. Tudsz követni? Az egyik oldal jelképezi a testedet, a másik pedig a szellemedet. Nos, a szellem a testedben él. Mert ha nem, akkor halott vagy. És ha a szellemed elhagyja a testedet, az már nagy problémát jelent. A legtöbben azt szúrják el a gumik lövésekor, hogy ugyanolyan fontosnak tartják a testet, mint a szellemet. Mert nézd, ha mindkét végét egyformán feszíted meg, és elengeded, a lassított felvétel valahogy így néz ki. És az összes benne lévő energia kárba vész, mert a test a szellem ellen harcol. Tehát a nagysebesség titka, hogy légnemű közegen keresztül, mint például az atmoszféra, minimálisra csökkentsük a légellenállást, oké? Ha jól megnéztétek, én csak szorosabban meghúztam az egyik oldalát, mint a másikat. Na figyeljetek, mi történik, ha jól csináljuk, és a szellem vezeti a testet? Legyőzi az ellenállást, és jóval messzebbre száll. Eltaláltam a leghátsó embert. Tehát, amikor megjelenek kezemben egy halomgumival, tudva, hogy bárkit fejbe lőhetek velük, kezdem nagyon erősnek érezni magam. Tudod, miről beszélek? Szerintem is éppen ezen töröd a fejed. Tapsoljuk meg őket! Köszönöm, menjetek vissza. A Bibliában az áll, hogy a test kívánsága a szellem ellen tör. A szellemé pedig a test ellen, és ezek viaskodnak egymással. Túl jól tartjuk a testet, néha le kéne kapcsolni a tévét, ilyen egyszerű a dolog. Holnap láthatjátok, hogy meddig jut el szuperrepülőnk. Tudjátok, hogy meddig jutnak el a papírrepülők, ha nem egy fán vagy épületen landolnak? Egyenesen a földön kötnek ki. Egy papírrepülővel 120 méteres rekordot értünk el, egyet felengedünk majd, de mindez majd holnap. Mi szeretjük a tudományt, nem vagyunk ellene, de küzdünk a tudományba belekevert méreg ellen. Ez minden. Megmutatom, miről beszélek.
Azt mondják, a gyerekeknek az első osztályban a Föld sokat változott keletkezése óta, amely 4,5 milliárd évvel ezelőtt volt. A Föld 4,5 milliárd éves? Nem. Ahogyan azt pár perc múlva meglátjuk. De ha azt mondják egy első osztályos gyereknek, ő azt el fogja hinni? Az elsősök mindent elhisznek, amit mondanak nekik. A második osztályban pedig úgy folytatják, hogy 4,5 milliárd évvel keletkezése után a Föld megváltozott, és az élet is kifejlődött a Földön. A fejlődés, evolúció nagyon becsapós. Több mint 90 nyilvános vitán volt, és kb. 7000 rádió és tévé talkshowban szerepeltem, és megtanultam már az első 5 percben megnyerni a vitát, amikor megkérdezik, hogy hiszek-e az evolúcióban. Visszakérdezek. Melyikre gondolsz? Hat értelme van a szónak. A kozmikus evolúcióra gondolsz? Esetleg az idő, a tér és az anyag kialakulására? Nem hiszek benne. Lesz szó az elemek evolúciójáról, miszerint az ősrobbanás hidrogént és némi héliumot hozott létre. De akkor honnan jött létre az összes többi? Azt kell hinnünk, hogy a rádium a hidrogénből fejlődött ki? Igen, mondják, mert a csillagokban fúzió történik. Hát akkor nagyon jól összehozta a fúzió a vasat. Melyik volt előbb? A csillagoknak lenniük kell, hogy létrehozhassák az elemeket, illetve létezniük kell az elemeknek, hogy a csillagokat alkothassák. Melyik volt előbb? Tudjátok, hogy még soha senki nem látott egy csillagot kialakulni? A tudósoknak még elképzelésük sincs, hogy hogyan alakulhat ki egy csillag. Erről majd bővebben a 7. videóban lesz szó. Eletben látjuk a csillagokat felrobbanni. Novának, illetve szupernovának hívjuk őket. Ám még egyet sem láttunk létrejönni. Olyan sok csillag van az égen, hogy a Földön mindenkire jut személyesen 11 trillió darab. Ezek azok, melyekről tudomásunk van. Ellenben nem tudunk azokról, melyeket nem ismerünk. A negyedik, a szerves fejlődés, evolúció. Eszerint az élet élettelen anyagokból jött létre, aztán jön az úgynevezett makroevolúció, ahol is az egyik állatfajta egy másik fajtává alakul. Tudjátok, hogy még soha senki nem látta, hogy egy kutya nem kutyát szült volna? Soha. Lehet, hogy kicsi volt az a kutya, vagy nagy, de minden esetben kutya maradt. Valószínű, hogy a kutyának, a farkasnak és a préli farkasnak közös ősük volt. Ezzel nem állok vitába. Ám minden 5 éves gyerek tudja, hogy ezek azonos fajtájú állatok. Van itt 5 vagy 6 éves gyerek? Jó, ott van. Hány éves vagy? 6. Akkor letesztellek. Itt van a képen egy kutya, egy farkas, meg egy préli farkas és egy banán. Melyik más, mint a többi? A banán, tapsoljuk meg. Nagyon jó. Vannak olyan főiskolai professzorok, akiknek ez nem ilyen egyszerű. Jó, a te jutalmat pedig, hogy választhatsz a videók és a DVD-k közül. Vannak anyagok a dinoszauruszokról és más érdekes dolgokról. A Bibliában az áll, hogy az állatok a maguk fajtája szerint szaporodtak. Most Charles Darwin írt egy könyvet, melynek címe a fajok eredete. Tudjátok, a kutya és a farkas ugyanolyan fajta állat, de más faj. Mindenkit becsapott azzal, hogy a fajtát felcserélte a fajszóval. Erről majd a 4. videóban lesz szó. És itt van utolsóként a mikroevolúció. Ez a fajtákon belüli változást jelenti. Nos, ez igaz. Az állatok rengetegféle leszármazottat hoztak létre. Rövid szőrűt, hosszú szőrűt, rövid lábút, hosszú lábút. Az első 5 tisztán vallásos, nem tudományos állítás. Egyet sem lehet közülük sohasem megfigyelni. Így, ha vitát akarsz nyerni, egyszerűen csak meg kell határoznod, melyik evolúcióról van szó, mert az összes általuk említett példa a 6. pontra vonatkozik, amelyik valójában úgy van. Ám szerintük a példa valami varázslatos módon az összes többire bizonyíték, pedig nem az. A tanároknak azt tanítják, hogy a diákoknak hangsúlyozzuk ki, hogy a Föld több milliárd éves. Nos, én egy kicsit régi módi vagyok, úgy vélem, egy tudományos órán illik tudományt tanítani. Azaz olyan dolgokat, amelyeket megfigyelhetünk és tanulmányozhatunk, mint például a termodinamika első törvényét, mely szerint az anyagot sem létrehozni, sem megsemmisíteni nem lehet. Ha az anyagot se létrehozni, sem elpusztítani nem lehet, akkor hogyan keletkezett a világ? Itt csak két lehetőség marad.
Valaki teremtette a világot, vagy a világ hozta létre önmagát. Nincs más lehetőség. Persze akad néhány holtkóros, akik azt mondják, hogy nem is vagyunk itt, csak azt hisszük, nos, felejtsük el, amit mondanak, mi itt vagyunk. Tehát vagy Isten teremtette a világot, ahogyan azt a Biblia mondja, vagy a világ csak úgy megteremtette magát, ahogyan azt a humanisták hiszik. Nos, ha a világ önmagát hozta létre, akkor hogyan történhetett? Az ördög hosszan törte ezen a fejét, míg egy napon előrukkolt az ősrobbanás elméletével. Eddig hányan hallottak róla? Évekkel ezelőtt éppen Dallasból San Franciscóba repültem, és történetesen egy Berkeley egyetemi professzor ült mellettem a repülőn. Nem tudom, hogy hallottatok-e a Berkeley-ről, hát nem éppen egy bibliaiskola. Tehát ott ültem a gépen, ilyen messze attól az úriembertől, és elkezdtünk beszélgetni a teremtésről és az evolúcióról. Ő azt mondta, hogy az evolúcióban hisz. Egyből gondoltam, válaszoltam, ezt kell tanítani a Berkeley-n. Ha az evolúcióban hisz, hogyan keletkezett a világ, kérdeztem. Ó, hát az ősrobbanásból, felelte. Tényleg? Válaszoltam. Maga természettudomány tanít, és még nem hallott az ősrobbanásról? De igen, uram. Ám szerintem a nagy robbanás egészen más, mint amit ön vall. Kérem, mondja el, ön mit gondol a robbanásról, utána elmondom én is. És akkor a professzor egy olyan választ adott, mintha csak a tankönyvet mondta volna fel. Nos, Hovind úr, úgy hiszem, hogy kb. 18-20 milliárd évvel ezelőtt. Hosszú idő. Az összes anyag az univerzumban. Az rengeteg anyag. Apropó, az univerzum két latin szóból ered. Uni, ami azt jelenti, hogy egy, és verzum, aminek jelentése a kimondott mondat. Tehát mi egy kimondott mondatban élünk. Isten szólt, legyen. Már is itt van egy pompás prédikáció. Ha a pásztorod ebben nem lát üzenetet, jobb, ha nem is prédikál. Szóval az univerzumban található összes anyag összekoncentrálódott egy nagyon sűrű, forró helyre, amely kisebb volt, mint egy írott pont. Micsoda? Minden, ami az univerzumban van, egy kisebb helyen, mint egy pont a mondat végén? Na hát, elég zsúfolt kis pontocska. És nehéz is. A tankönyvben ez áll. Sok milliárd év múlva az összes anyag és energia újra egy olyan kis területen fog összekoncentrálódni, mint egy mondat végén levő pont. És akkor lesz egy újabb robbanás. És ez megismétlődik minden 80-100 milliárd évenként. Nem szomorú, hogy kivágtak egy fát azért, hogy ezt kinyomtassák? Hol van Al Gore, amikor szükség lenne rá? Ti küldtétek Al Gore-t Washingtonba, pedig itt volt köztetek? Nos, a könyv szervője fantasztikus volt. Azt mondta, fiúk, lányok, hogy a semmi az valóban semmi. Legalább ennyire okosnak kell lenni ahhoz, hogy valaki tankönyvet írhasson. Azt írja, nem csak az anyag és az energia fog eltűnni, hanem a tér és az idő is. Mégis a fizikusok úgy vélik, hogy a semmiből keletkezett az univerzum egy hatalmas robbanáson keresztül. Micsoda? Tudjátok, egy szép napon felrobbant a semmi. És íme itt vagyunk. Végebben azt mondták, hogy ami felrobbant, annak az átmérője néhány fényévnyi volt. Aztán nem is, csak 275 millió mérföld. Aztán mégsem, csak 71 millió mérföld. Aztán végül azt mondják, a semmi robbant fel. A Discover magazinban pár éve ez állt. A világegyetem az abszolút semmiből robbant létre. A semmiből. Ahogyan növekedett, egyre több anyag lett benne. A semmiből. Hát ez hogy lehet? Kérdezzétek Alan Goofot, ez az ő elmélete. Találkoznom kell ezzel az emberrel. Ezt írta a Scientific Americanben. A látható univerzum feltehetően egy igen apró területből alakult ki. A héberben ez a pont szó. Ez alapján feltételezhetjük, hogy az egész univerzum szó szerint a semmiből alakult ki. Látjátok? Mi mindannyian egy pontból jöttünk létre, és ez a pont pedig a semmiből. És ezt tudománynak hívják, és ezt beteszik egy tudományos folyóiratba. Azt hiszem, ez inkább mese habbal és a szemétbe való. A repülőn a professzor úr így folytatta.
20 milliárd évvel ezelőtt a naprendszerekben az összes por összekoncentrálódott egy apró pontban, és az egyre gyorsabban forgott és felrobbant. Ez volt az ősrobbanás. És az elröppenő darabkákból lettek a galaxisok, a nap, a hold, a csillagok, s itt lettünk mi emberek. Uram, mondtam, kérdezhetnék valamit? Hát persze, mit akar tudni? Ön azt mondta, hogy 20 milliárd éve az összes por összekoncentrálódott, forgott, majd felrobbant. De honnan jött az a sok por? Ki teremtette az anyagot? Hát azt nem tudják pontosan, mondta. Jó, akkor figyeljem, mondtam. Ha azt mondanám, hogy 6000 évvel ezelőtt Isten teremtette a világot, akkor ön azt kérdezné, de honnan jött az Isten? Én sem tudom. De ön azt állítja, hogy 20 milliárd éve volt egy ősrobbanás, és nem tudja, honnan jött a sok por. Tehát én azt hiszem, hogy kezdetben volt az Isten, ön azt, hogy kezdetben volt a por. Akkor ne mondja nekem, hogy az én elméletem vallásos, a magáé pedig tudományos. Nem. Mind a kettő vallásos. Gyakran kisarkítják, mintha a tudomány szemben állna a vallással. De nem. Itt nem tudomány áll szemben a vallással, hanem két vallás. Mind a teremtésben, mind az evolúcióban hinni kell. A különbség a kettő között, hogy az evolúció vallást az adonkból támogatják. Két időtábla van mögöttem. A felső táblán 1 cm 60 évet jelent, 2,5 centivel ezelőtt Abraham Lincoln még nem is volt elnök. Ha ugyanezzel a mértékkel meg akarnám mutatni nektek, hogy mennyi 2 milliárd év, akkor ugyanez a tábla 3300 km hosszú lenne. Ez akkora táv, mint Pensacolától az oregoni Portlandig. Nem akartam egy ekkora táblát behozni, ezért készítettem egy másikat. A professzortól azt is megkérdeztem, hogy szerinte honnan vannak a törvényszerűségek, amik az univerzumot irányítják, mint a gravitáció, centrifugális erő és a tehetetlenség törvénye. Rengeteg törvényszerűség van a világegyetemben. Honnan lettek? Ja, és miért nem fejlődnek tovább ezek a törvényszerűségek? Azaz, miért mindig ugyanaz a gravitáció? Máról holnapra miért nem vagy 5 kilóval nehezebb? Ja, hogy már megesett. És akkor honnan lett az energia? Ezt nem tudom, mondta a professzor. Feltehetek még egy kérdést? Kérdeztem. Persze. Még mit akar tudni? Még tudni? Mintha eddig mondott volna valamit. Uram, van-e Berkeleyben körhinta? Biztosan tudjátok, mi az. Körbe-körbe forog, és elszédül rajta az ember. Nem, nincs ilyen Berkeleyben, válaszolta. Pedig beszerezhetne egyet, mert tudományos dolgokat lehet rajta megfigyelni. Ha felteszünk rá néhány negyedik osztályos gyereket, van itt negyedik osztályos gyerek? Én nagyon szerettem negyedik osztályos lenni. Életem legszebb 5 évét töltöttem a negyedikben. Amikor a bátyám negyedikes volt, már mindnyájan tudtuk, hogy hány éves korában jut el a középiskoláig. 32. Nos, felteszünk 4 negyedik osztályos gyereket a körhintára, és megkérjük a középiskolás sportolókat, hogy az óra járásával megegyezően olyan gyorsan hajtsák meg, ahogy csak lehet. Nos, ha digitális órád van, lehet, hogy nem tudod, mi az, hogy óra járásával megegyezően. Jó, tehát pörgetik a gyerekeket a körhintán, 4 fázison fognak átmenni. Először kiabálnak a sportolóknak, hogy még gyorsabban. Elértük az 50 km/h, és következik a második fázis. Már nem kiabálnak, csendesen koncentrálnak, hogy túléljék. 90 km/h sebességnél, a harmadik fázisnál megint kezdenek kiabálni, de már azért, hogy állj. Ők nem állnak meg, amikor pedig elérjük a 150 km/h, beköszönt a negyedik fázis, amikor is a gyerekek kezdenek leröpülni a körhintáról. És amikor ez megtörténik, egy nagyon érdekes fizikai jelenségnek lehetünk szemtanúi. Ha a körhinta az óra járásával megegyezően forgott, akkor a gyerekek is az óra járásával megegyezően fognak leröpülni, amíg csak nem találkoznak az ellenállással, mint egy fa vagy oszlop. A látható jelenség a fizikában a pördület irányának megmaradása törvény néven ismert. Tehát, ha egy pörgő tárgy szétszakad, akkor a róla levált darabok is abban az irányban pörögnek tovább, mint az eredeti tárgy. És még beszélhetnénk a megmaradás egyéb törvényeiről is, de igen, mondta a professzor, ismerem a megmaradás törvényeit. Jó, akkor hadd kérdezzek valamit. Ha az univerzum egy pörgő pontocskaként kezdődött, akkor miért van az,
hogy bolygóink közül 2-3 visszafele forog. Zavartan hallgatott. Hogy a 91 ismert hold közül 8 ellentétesen pörög? Hogyan létezik, hogy a Jupiternek, Szaturnusznak és a Neptunusznak vannak mindkét irányban forgó holdjai? A nap miért 98% hidrogén és hélium, míg a többi bolygó kevesebb, mint 1% a hidrogén vagy hélium? És miért annyira különbözőek ezek a bolygók? Úgy értem, ha mindnyáján ugyanabból az ősrobbanásból származnak, miért ennyire eltérőek? És miért flog néhány galaxis ellentétes irányba? Itt van például egy cikk, a Goofy galaxis rossz irányban forog. Kérdeztem a professzort, miért forognak ezek visszafelé? Nem tudom, mondta. Miért maga tudja, hogy miért? Reméltem, hogy megkérdezi. Nos, válaszoltam. Kezdetben Isten teremtette a mennyet és a földet, és Isten szándékosan alkotta így, azért, hogy lássuk, hogy mekkora hülyeség az ősrobbanás elmélete. Yes, amen. Én igenis hiszek a nagy robbanásban, mert a Biblia tanítja, hogy az egek recsegve, ropogva elmúlnak. Az eredeti görögben ez nagy robbanást jelent. Tehát majd lesz egy nagy robbanás, csak még nem következett be. Amikor az iskolában megkérdi tőletek a tanár, hogy hisztek-e a nagy robbanásban, válaszoljátok, hogy igen, és a tanár úr jobban teszi, hogyha felkészül rá és üdvösséget nyer. Apropó, ha a világ az ősrobbanás által lett, és fokozatosan fejlődött rajta ki az élet, akkor Jézus miért halt meg a kereszten? És amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten helyre fogja állítani a világot az eredeti állapotára, mire fogja helyreállítani? Erről majd a 7. videóban lesz szó. Az ősrobbanás nevetséges több dolog miatt is. Ha igaz lenne, az anyag egyenletesen lenne szétosztva, de nem így van. Komoly gondok vannak az ősrobbanás elméletével. Még Sir Fred Hoyle is azt mondta, hogy egy halovány lepel fedi az ősrobbanás elméletét. Ajánlom figyelmetekbe az Evolution Cruncher, azaz evolúció morzsoló könyvet, minden középiskolásnak olvasnia kéne. A termodinamika második törvénye kimondja, hogy minden az alacsonyabb energiaszint felé törekszik. Ha valamit egy ideig magára hagyunk, az megrohad, berosdásodik, szétesik, elromlik, magától semmi sem lesz jobb. Tehát a Biblia azt tanítja, a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Semmi sem lesz jobb magától. Nézd meg a hajad, amikor reggel felébredsz, s megérted, miről beszélek. Minden a káosz felé törekszik. Itt látható Sue 20 évesen. Itt pedig 90 évesen. Itt pedig 3000 évesen. Minden a szép bomlás irányába tart. Semmit se kell tennünk, és minden magától elromlik, elkopik, erről szól a második törvény. Minden rosszabb állapotba kerül, és nem javul meg magától. Ám a tankönyvekben ez áll. Az ember valószínűleg egy 4 milliárd évvel ezelőtt élő baktériumból fejlődött ki. Ezek szerint az ükapád egy baktérium volt. Erre az evolúcionisták azt válaszolják, hogy energia hozzáadásával le lehet győzni a termodinamika második törvényét. Mivel a Föld energiát kap a naptól, tehát a Föld egy nyílt rendszer, s így le van győzve a törvény. Először is. Az univerzum egy zárt rendszer. Másodszor az energiaközlés romboló hatást fejt ki, ha csak valami korlátok között nem tartja. Egyszer a japánok jókora adag energiát közöltek Pearl Harbornál, így pár évre rá mi közöltünk némi energiát néhány városukkal. Visszaadtuk a szívességet, mi se korlátoztunk számukra semmit. Az energiaközlés romboló hatású. A napenergia tönkreteheti a háztetődet, egy egész házat tönkre tud tenni. A napenergia tönkreteszi az autó tetejét, a kárpitot, a festést. Végül is csak egy dolog tudja hasznosítani a napenergiáját, a klorofil. És ez a kicsi sejt összetettebb, mint egy űrhajó. Erről majd bővebben a 4. videóban. Az evolúció ellentmond a második törvénynek, így az evolúció nem igaz. A tankönyv egy megkövesedett tengeri csillagot mutat a gyermekeknek. Ez itt a jelenkori emberek 3,4 milliárd éves őse. Ezek szerint az űkapád egy tengeri csillag volt. A Discover magazinban megjelent. Vajon tengeri szivacs volt az elődünk?
Ez itt a te ősöd? Na hát, ki a te apukád? Kérlek, ne nevessetek a következő képen. A képen a bátyám látható reggeli ébredés közben, első csésze kávéja után. Apropó gyerekek, ne igyatok kávét, mert ha túl fiatalon kávét isztok, akkor miután megházasodtok, a gyerekeitek mesztelenül és írástudatlanul fognak világra jönni. És a tea még rosszabb. Volt egy indián, aki megivott egyszer 16 liter teát, és aznap éjjel megfulladt a sátrában. Vigyázzatok ezekkel, veszélyesek. Nos, tehát itt van a bátyám, ha tudjátok, bírjátok ki nevetés nélkül. Figyeljétek, mi áll a tankönyvekben. 30 millió évvel ezelőtt. Hadd fordítsam le. Amikor egy tankönyvben az áll, hogy több millió évvel ezelőtt, az azt jelenti, hogy valamikor nagyon régen, azaz egy mese következik. Tanítjuk a gyerekeknek, hogy mi sem vagyunk mások, mint állatok. És ez néha így is van. Erre Barbara Reynolds is rájött. Azt mondja, miért majmol a gyerek az iskolában? Mert az evolúcióra tanítják. Igen, Johnny, te egy állat vagy, és közös az ősöd egy gilisztával. Úgy érted, hogy állat vagyok? Oké. Az nem jut az eszükbe, hogy amit tanítunk a gyerekeknek, az hatással van a viselkedésükre. Amit hiszel, az meghatározza a viselkedésedet. A gyerekeknek azt tanítják napjainkban, hogy te csak egy állat vagy. A rockzene tele van halállal, pusztítással, vérrel. Nos, a Bibliában is az áll, hogy engem gyűlölnek és a halált szeretik. Ma azt tanítják a gyerekeknek, hogy semmi sem abszolút. Az egyik vitám során egy professzor azt mondta, semmi sem abszolút. Ebben abszolút biztos vagy? Kérdeztem. No, gondolkodjatok egy kicsit. Hogy lehet valaki abszolút biztos abban, hogy semmi sem abszolút? Pár éve egy iskolában beszéltem, és egy gyerek ezt mondta. Én ateista vagyok, nincs Isten. Biztos vagy benne? Kérdeztem. Biztos. Akkor hadd kérdezzek tőled valamit. Te mindent tudsz? Nem, válaszolta. Jó. Akkor szerinted a felét tudod-e mindennek? Nem, hangzott a válasz. Akkor most csak feltételezzük, hogy te a felét ismered mindennek. Lehetséges-e, hogy az általad nem ismert másik félben létezik az Isten? A srác gondolkodóba esett. Ha ateista vagy, hadd kérdezzek még. Honnan tudod valamiről, hogy jó-e vagy rossz? Kérdezzétek meg ezt valamikor egy ateistától. Hogyan különbözteted meg a jót a rossztól? Ó, ez könnyű, mondta. Én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezzel azt mondta, hogy én vagyok az Isten a saját univerzumomnak. Ezt örömmel hallom, fiam, mert 5 percen belül agyonlőlek, válaszoltam. Azt nem teheti, szólt a fiú, dehogy nem. Az én univerzumomnak én vagyok az Istene, és úgy döntöttem, hogy nekem az a jó, ha téged agyonlőlek. Látjátok, hova vezet ez a logika? Ha mindenki maga dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz, ez hatalmas problémákat okoz a társadalomban. Hogyan lehet különbséget tenni a jó és a rossz közt? Ezt az egyszerű kérdést tett fel egy evolúcióban hívőnek, nem tudják megmondani. De lehet, hogy közülünk is vannak néhányan, akiknek nehézséget okoz megkülönböztetni a jót a rossztól. De valóban hogy is lehet? Könnyű különbséget tenni a jó és rossz közt, mondta az Úr. Látjátok, ez abszolút. És az Úr azt mondta, hogy ne vagdaljátok be testeteket halottért, és ne csináltassatok magatokon tetoválást, én vagyok az Úr. Sokan nem tudják, vagy nem is érdekli őket, hogy mit mond Isten. Ha régebben tettél hasonlót, kér Istentől bocsánatot, és ne tedd újra. Sok tanár nem érti, csak vakon követi a tankönyveket, azt gondolva, hogy muszáj tanítaniuk az evolúciót. Nem, nem muszáj. A tanároknak joguk van a teremtést tanítani az állami iskolákban, ha akarják. Van egy videónk arról, hogy hogyan lehet állami iskolákban teremtést tanítani. És ez tartalmazza hatályos törvényeket is. Mi is történt? Arkansasban és Louisianában ki akartak adni egy törvényt arról, hogy kötelező legyen a teremtést tanítani. Mindkét helyen a bíróság ezt elvetette, mondván, hogy ezt nem lehet kötelezővé tenni. Azt mondták, hogy ha a tanár akarja, taníthatja,
de ezt önként kell vállalnia. Még Stephen Gould is azt mondta, egyik államban sem létezik olyan törvény, mely tiltaná a teremtés oktatását. Eddig is lehetett tanítani, és most is lehet tanítani. Ő ezzel az 1987-es legfelsőbb bírósági határozatot kommentálta. Az ACLU értelmezésem szerint az amerikai kommunista ügyvédi szervezet elhíreztelte, hogy nem szabad a teremtést tanítani az iskolákban, de ez egyszerűen nem igaz. Mindig is lehetett teremtést tanítani az állami iskolákban, és nincs ellene törvény. Ám ha egy tanár az osztály előtt állva arról kezd beszélni, hogy gyerekek, nyálkából keletkeztünk, és lassan fejlődtünk emberi lényé, az kétségtelenül romba dönti néhány gyermek Bibliába vetett hitét. Bárki, aki egy gyermek hitét tönkreteszi, jobb, ha olvas arról, mit mondott erről Jézus. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, jobb annak, ha a tenger mélyébe vetik. Bárki, aki az evolúciót tanítja, nagy bajban lesz, ha meg kell állni a Isten színe előtt. A Biblia szerint ne legyetek sokan tanítók, mert tudjátok, súlyosabb ítéletben lesz részetek. Amerikában az 50-es években egy átlagos tankönyvben nagyon kevés szó esett az evolúcióról, mindössze 2-3 ezer szó. 1957-ben az űrverseny részeként a szovjetek fellőtték a Sputnikot, az amerikaiak megpánikoltak. Hányan emlékeznek arra a pánikra, ami akkor volt, amikor az oroszok megnyerték az űrversenyt? Cikkek jelentek meg a Life magazinban azzal a címmel, hogy hogyan lehet túlélni a radioaktív felhőt. Azt állították, hogy a szovjetek azért vannak előrébb a tudományban, mert ők az evolúciót tanítják, mi meg nem. Jelentek meg cikkek arról is, hogy hogyan lehet bombabiztos óvóhelyet építeni, hogy az emberek túléljék a radioaktív sugárzást. Várjunk csak! A szovjetek azért vannak előrébb a tudományban, mert az evolúciót tanítják. Mi köze van az evolúciónak a műhold fellövéséhez? És 1959-ben Eisenhower $1 milliárd kapott a kongresszustól azért, hogy az evolúciót jobban terjesztesse az iskolákban. A tankönyveket újraírták, és a 60-as évek elején egyre több evolúcióról szól részt tettek bele. Az amerikai természettudományos oktatás rekonstrukciójának nevezték el. Az egész természettudományos és egyéb tantárgyakat átírták és beleszerkesztették az evolúciós tananyagot. Így 1963-ra egy átlagos tankönyvben úgy 33.089 szó esett az evolúcióról. 1963-tól megszüntették az imádkozást az iskolákban. Emlékeztek Madeleine Murray O'Hare-re? 1963-tól nagy mértékben növekedett a házasság előtti szex minden korosztályban. Növekedett a szexuálisan terjedő betegségek előfordulása a 10 és 14 év közötti lányoknál. Emelkedett a házasságon kívüli szülések száma is. A terhességek 553%-kal növekedtek. A kettő közti különbség az abortuszok száma. A most született gyermekek egyharmada olyan pár gyermeke, akik nincsenek összeházasodva. Ha te is ilyen gyermek vagy, akkor ez neked szól. Timóteusnak nem volt kívánatos a születése, az anyukája zsidó volt, az apukája pedig görög. A zsidóknak csak zsidóval volt szabad házasodniuk. Anyuci nem fogadott szót, az eredmény Timóteus. De ő meg Istent akarta szolgálni, két levél a Bibliában neki íródott. Tehát ha szüleid el is szúrták, te szó nélkül menj csak és szolgáld Istent. Nincs kifogás, Isten bárkit tud használni, jó? A nem házasságban együtt élő párok száma is erőteljesen növekedett. 1963 óta. Isten beszéde nem változott, ne paráználkodj. Azt mondta, hogy a paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja az Isten, valamint aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele. Hölgyeim, ezért nagyon fontos az, hogy hogyan öltözködtök. Az apukám mindig azt mondta, ha nem vagy az üzletben, ne is hirdesd magad. A válások aránya döbbenetesen növekedett. A fiatalkorúak megrontása 2300%-kal emelkedett. A tiltott drogok használata 6000%-kal, az erőszakos bűncselekményeké 1000%-kal. Én nem vagyok olyan öreg, de emlékszem még azokra az időkre, amikor nem kellett bezárni a házat. Mások is emlékeznek? Az autóban is benne hagytuk a slusszkulcsot, nehogy elveszítsük. Akkoriban iskolába menet egy olyan kocsival mentünk, amelyiknek a hátsó ablakában töltött puska volt, és akkoriban mégse lőttek agyon senkit se az iskolában. Bizonyára nem hallottak arról, hogy a kolumbin iskolában a gyerekek, akik mindenkit agyon lőttek, erősen hittek az evolúcióban. A lövöldözést Hitler születésnapján követték el, szándékosan.
Agyonlőtték Isaac Solt, mert fekete volt. Hitler gyűlölte a feketéket, így ők is. Ezt a lövöldözést az evolúció motiválta, és a lövöldözés kapcsán Rosie O'Donnell a tévéműsorában ezt mondta. Látjátok? Még jobban kell szabályoznunk a lőfegyver használatot. Nos, Rosie, azok a gyerekek 18 fegyverviselési törvényt hágtak át. Nem hiszem, hogy még két újabb törvény vissza fogja tartani őket. Rosie nem értette, ám valaki ezt olyan jól megfogalmazta, hogy ráírta a pótkerekére. Mikor megláttam, azonnal készítettem róla egy fotót. Ez megmagyaráz mindent, ez áll rajta. Olyannyira okolhatók a fegyverek a Columbine-ban történtekért, mint amennyire a kanál a hibás azért, hogy Rosie O'Donnell elhízott. Nem a kanál a hibás, de nem is a fegyverek. 1963 óta a felvételi eredmények nagyon rosszak lettek, ezért lebutították őket kétszer is az elmúlt 40 évben. A teszt lett egyszerűbb, hogy az eredmények javuljanak. A tizenévesek öngyilkossági adatai félelmetesen emelkedtek. Ha azt állítanám, hogy ha megcsókolsz egy békát, akkor az herceggé változik. Azt válaszolnád, hogy a békáknak ez nem szokásuk. Az itt lévő hölgyek közül hányan szereztek férjet békacsókolás útján? Nos, hadd lássam. Úgy tűnik csak hárman. Amint látjátok, ez nem gyakori jelenség, ám a tankönyvekben az áll, hogy amőbaként indultunk, ami lassan egy békává fejlődött, és szép lassan lett belőle egy herceg. Ez ugyanaz a tündérmese. Nos, ha a béka egyből királyfivá változik, akkor mindannyian tudjuk, hogy ez egy mese. De ha lassan változik azzá, akkor az már modern tudomány. Bocs, de az akkor is csak mese, jó? Sőt, még inkább az. Bár a különbség nem a csókban van, manapság fiúk, lányok, ha békát királyfivá akarjátok változtatni, akkor kell hozzá egy hiper-szuper mágikus szó, és ez a több milliárd évvel ezelőtt. Hányan hallották már több milliárd évvel ezelőtt? Benne van a tankönyvekben, a tévében, magazinokban, a National Geographicban. Több milliárd évvel ezelőtt. Úgy beszélnek róla, mint valami tudományos tényről. A negyedik osztályos tankönyvben ez áll. Több millió évvel ezelőtt. Álljunk meg itt. Ha nekem mondják, megkérdezem, és te ott voltál? Hát persze, hogy nem, válaszolják. Nos, te azt mondod, hogy a Föld több milliárd éves. Szerinted ez tudományos? Azaz, olyan dolog, amit meg tudunk figyelni, tudunk tanulmányozni és bemutatni? Nem, mondják, de mindenki úgy hiszi, hogy a Föld több milliárd éves. Nem így van. A legtöbb amerikai szerint a Föld kevesebb, mint 10 000 éves, és Isten teremtette. Felmérések 15%-nál kevesebb evolúcióban hívőt vagy ateistát mutatnak. Az amerikaiak többsége tehát nem hiszi, hogy a Föld több milliárd éves lenne. De attól ez még nem lesz igaz. Az igaz, hogy ezt hiszik, de amit hisznek, az nem igaz. Egy időben a tudósok azt tanították, hogy a bolygók a Föld körül forognak. Azt is tanították, hogy egy nagy kő gyorsabban esik, mint egy kicsi. Azt is tanították, hogy ha beteg vagy, akkor rossz a véred. Így, ha megcsapolják a véred, jobban leszel. Külön helyek voltak, ahol a vért le lehetett csapoltatni. A Borbénak volt ez a dolga, és George Washington mellett, mi alatt orvosai halálra véreztették, végig ott volt a Bibliába, az, hogy a test lelke a vérben van. Ha akkor ezt olvasták volna, hosszabb ideig élt volna. Ha elmennél könnyű búvárkodni, és találnál egy aranypénzzel teli ládát, és én megkérdezném, hogy mikor süllyedt el a hajó, azt mondanád, nem tudom. Hát akkor nézd meg a dátumot az érméken. Ha van egy dobozban, egy 1750-es dátumú érme, akkor azt kell gondoljuk, hogy a hajó 1750 után süllyedt el. Hányan értik ezt? Előtte nem süllyedhetett el, ugye? A ládában nem a legrégebbi, hanem az időben a legkésőbbi érmét kell megkeresni. És ez határt szab annak, hogy mikor süllyedhetett el a hajó. Ezt hívják korlátozó tényezőnek. Tudjátok, hogy legalább 100 féle módon lehet meghatározni a Föld korát? Sok meghatározás nagy számot mutat, sok pedig kicsit. Minket a kis szám érdekel. Ha találsz egy dinoszaurusz csontot, két dolgot azonnal tudhatunk róla. Az egyik az, hogy nem beszél. A másik, hogy nincs rányomtatva a keletkezés dátuma. Nincs rajta, hogy készítette egy dinoszaurusz időszámításunk előtt 70 millióban, Tajvánban. Nincs rajta.
Akkor hogyan határozhatunk meg egy kövületet, vagy a Föld korát? Mennyi idős lehet a Földünk? Nos, a Biblia 6000 évesnek mondja, a tankönyvek szerint pedig több milliárd éves. Akkor itt valaki téved? Azért van különbség 6000 és 20 milliárd év között. A kongresszus nem nagyon érti a különbséget, de van különbség. Hogyan lehet azt megmutatni, hogy a Föld nem több milliárd éves? Mert ha csak 6000 éves, ahogyan azt a Biblia mondja, akkor mi van a dinoszauruszokkal, a szénizotópos meghatározással, mi van a Grand Canyonnal? Hát nem több milliárd év alatt alakult ki? Hogy vannak akkor a földtani rétegződések? Nos, kedveseim, ezért 17 óra hosszú az előadásom. Olyan gyorsan beszélek, ahogy csak lehet, azonnal folytatjuk. Látta már valaki valamelyik videómat? Vett részt előadáson? Hányan még soha? Hányan vannak ébren? Nos, Ken Hovind vagyok. 15 évig középiskolában tanítottam természettudományt, most már 16 éve tartok előadásokat a teremtésről, evolúcióról és a dinoszauruszokról. A Bibliában az 1 Mózes 1.1-ben az áll, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Mikor volt a kezdet? A Biblia szerint Jézus teremtett mindent a mennyben és a földön. Várjunk csak! Most Isten vagy Jézus teremtette a mennyet és a földet? Nos, mindkettő igaz, hiszen Jézus a megtestesült Isten. Jézus mondta a Máté 19.4-ben, nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Apropó, ő Ádámról és Éváról beszélt, nem pedig Ádámról és Béláról. Ám Jézus azt mondta, hogy ez volt a kezdet. Ugyanez áll a Márk 10.6-ban is. A teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. A Biblia szerint a halál az ember bűnbeesése miatt jött a világra. Amíg Ádám nem vétkezett, nem volt halál, mert ember által van a halál. A Biblia egyértelműen mondja, hogy Ádám volt az első ember, és Éva volt az anyja minden élőnek. És innen nagyon egyszerű, csak össze kell adni az évszámokat. A Biblia szerint Ádám 130 éves korában nemzette Sétet. Sét 105 éves volt, amikor Énosz született, Énosz 90, amikor Kénán született. Az évszámokat összeadva könnyen összeáll a táblázat. Ez a táblázat kinyomtatva a műanyaggal bevonva is kapható, mondjuk szkeptikus barátaid számára tányér alátétnek használhatod, és segítségével már is rá lehet térni a hitbeli dolgokra. A gyerekek számára több hasonló alátét létezik, amit reggelizés közben olvashatnak. Ha az összes évszámot összeadjuk a Bibliában, akkor a teremtés kb. Krisztus előtt 4000-re tehető, nem pedig több millió évre. Nem mondok rá pontos dátumot, nem mondom, hogy időszámításunk előtt 4400-ban, október 23-án délután 2-kor történt, ennyire pontosan nem derül ki. De Ádám biztosan kicsi volt, mert csak Éva nő. És van egy elképzelésem, hogy miért Ádámot teremtette először az Isten. Azért, mert nem akarta, hogy megmondják neki, hogyan csinálja. Ezzel hányan értenek egyet? Apropó, kr-e az azt jelenti, hogy Krisztus előtt? Majdnem az összes tankönyvben már az áll, hogy i-e az az időszámításunk előtt. Krisztus elhagyta az iskolákat. A tankönyvek szerint a Föld több milliárd éves, Jézus szerint meg Ádám teremtése volt a kezdet. Jézus hazudott? Nem értett a modern tudományhoz? Vagy igaza volt? Hány éves a Föld? Mikor volt a kezdet? Te vetettél, Uram, alapot a Földnek kezdetben. Hány éves a Föld? Lehet, hogy a Krisztus előtt 4000 év, helytálló. Sok vitát tartok egyetemeken, részt veszek talkshowban, és mindig akad néhány ateista, aki megkérdi. És Ádám fiai kit vettek feleségül? Jó kérdés, és jogos. Örömmel válaszolok rá. A Biblia szerint ezután elment Káin, és letelepedett Nót földjén, és Káin a feleségével hált, és megszülte Énokot. Nem azt mondja, hogy ott talált rá, hanem azt, hogy ott esett teherbe. De ki volt a felesége? Mindenre tudok válaszolni. Ám az evolúcióval összehasonlítva van egy kis gond. Ők azt hiszik, hogy 18-20 milliárd évvel ezelőtt volt egy ősrobbanás, és 4,6 milliárd évvel ezelőtt a Föld lehűlt, és csak forró kövekből állt, ez volt legelőször. Majd több millió éven át tartó esőzések létrehozták az óceánokat.
és az örvénylő óceánokban összetett vegyületek fortyogó levese kavargott. Nagyon lassú folyamat vezetett a bonyolult vegyleves élő organizmussá való alakulásáig. Annyira lassú, hogy meg sem történt. Majd az első szaporodásra képes rendszerek valószínűleg ebben az organikus levesben keletkeztek. Tehát az ő elméletük szerint 20 milliárd éve volt az ősrobbanás, aztán 4,6 milliárd évvel ezelőtt a Föld lehűlt. Több millió éves esőzés követte, ami egy olyan levest hozott létre, amiből az élet keletkezett. 3 milliárd évvel ezelőtt. Majd mindez lassan kifejlődött azzá, amit ma látunk. Ez az ősrobbanás elmélete. Tehát az ük-ük-ük-ük-ük-apád nem más, mint egy leves. Meghívtak egy bosztoni főiskolára, akkor jöhetsz, ha bármilyen kérdést feltehetünk, mondták. Szeretnénk megmutatni a hallgatóinknak, hogy ti keresztények milyen primitívek vagytok. 6 professzor és az összes diák ott volt az előadóteremben. Tudjátok, úgy éreztem magam, mint Dániel az oroszlánok vermében. Azt mondtam, tudjátok, én hiszem, amit a Biblia mond. Elhiszem, hogy 6000 évvel ezelőtt Isten megteremtett mindent, hogy 4400 évvel ezelőtt volt egy özönvíz, hogy Noé fajtánként, nem fajonként két-két állatot vitt bárkára. Aztán elmondtam, hogy mit hisznek ők. 20 milliárd éve ősrobbanás, 4,6 milliárd év a Föld lehűl, több millió éves eső, aztán leves, amiből előállt az élet. Az egyik professzor felháborodott. Nem tudja, hogy több száz kutyafajta létezik? Sok fajta van, feleltem. Maga szerint ez a sok kutyaféle, abból a Noé-féle két kutyából származik? Uram, feleltem. Ön mit tanít a hallgatóinak? Azt, hogy az összes kutya és maguk is egy kőből jöttek létre? Ezek után nem tett fel több kérdést. Nos, de hát kit is vettek feleségül Ádám fiai? Ádám miután sétet nemzette, még 800 évet élt, és nemzett még fiakat és leányokat. Hány gyereked lenne 800 év alatt? Sok, nem igaz? Egyik barátomnak Arkansasban 15 év alatt 15 gyereke született. Egy Minnesota-beli családban 20 gyerek van, és mind 20 év alatti. Hideg van Minnesotában. Tehát kit vettek el Ádám fiai? A lánytestvéreiket. Meglepő lehet, de nem volt más választás. Másodszor, hol lehetett volna feljelentést tenni? Harmadszor, nem tiltotta a törvény egészen 2500 évvel későbbig, a mózesi törvényekig. Nem is kellett tiltani, mert az első 1000 évben genetikailag nem voltak hibák. Nem okozott gondot a testvérházasság. Tudjátok, mindent öröklünk, még a gyermeknemzés is öröklődő. Ha a szüleiteknek nincsenek gyerekei, neked sem lesznek. Csak gondolkodj, meglátod, igazam van. Azt mondják, nem lehet testvérek közt házasság. Mi lesz a genetikai hasonlósággal? Ádám a saját oldalbordáját vette nőül, ha már a genetikai hasonlóságról beszélünk. Akkor ez nem volt probléma. Ha a Biblia alapján grafikonon ábrázoljuk az éveket, megdöbbentő dolgokat láthatunk. Például Ádám megláthatta 9. iziglen leszármazottjait. Noé apukája ismerhette Ádámot 56 éven keresztül. El tudjátok képzelni, hogy egy családi összejövetel hogyan nézhetett ki akkoriban? Mindenki ugorjon tevére, meglátogatjuk a 8. izigleni nagyapátokat, Ádámot. Ő majd elmeséli, milyen is volt az édenkertjében lenni, mielőtt az asszony kiette volna a férfit az örökségéből. Sok Ádám éves viccet mesélek, egyszer egy asszony ezt mondta nekem. Hol is lennének maguk férfiak nélkülünk, nők nélkül? Az édenkertjében, válaszoltam. De magányosnak se jó lenni. Sokszor elképesztő dolgokat lehet leolvasni a grafikonokról. Noé Sét nevű fia hosszabb ideig élt, mint Ábrahám, Izsák és Jákob. Jákobnak 13 gyereke volt, 12 fiú és egy lány. Az egyik fiú József volt, aki a színes kabátot viselte, amiért a testvérei megverték, verembe dobták, Egyiptomba hurcolták, és végül a fájraó helyettese lett. És ő elhívta a bátyjait, hogy éljenek vele. Szóval Jákob a fáraónak mutatja be a testvéreit, és a fáraó megkérdi Jákobtól, hány éves vagy? 130, válaszolta Jákob. Életem rövid volt, tele volt rossz napokkal. Nem értem el atyáim vándorlásának évei számát.
36 éve olvastam ezt a verset, amikor frissen megtértem, és megkérdeztem magamtól. Micsoda? 130 éves vagyok, de semmi elődeimhez képest. Igen. Ha beleszámítjuk, hogy ő személyesen ismerhette Sémet, Arpakshádot, Sélákot és Hébert, és a 130 év nem sok, ha ismerünk 600 éves embert is. A tankönyvek szerint a Föld több milliárd éves, Jézus pedig azt mondta, hogy Ádám teremtése volt a kezdet. Akkor hazudott? Nem volt normális? Vagy igaza volt? Mennyi idős a Föld? Ebben a városban is azt tanítják a tankönyvek, hogy a Föld több milliárd éves? És azt tanulják az iskolákban? Hát persze. Még néhány keresztény is azt tanítja, hogy a Föld több milliárd éves. Néhány olyan ember, akik őszintén szeretik az Urat. Itt van a listája néhány ismert személynek, akik ezt hirdetik. Volt egy 3 órás vitám Hugh Rosszal a John Ekever Show-ban. Mindketten meg vannak győződve arról, hogy a Föld több milliárd éves. Azt mondják, nem lényeges dolog. Pedig hatalmas fontossága van, mert ha több milliárd év igaz, akkor a halál a bűn előtt volt, és az eretnekség. Eretnekség. Nem az eretnekség, hogy a Föld több milliárd éves, hanem az, hogy a halál a bűn előtt volt. A Bibliában az áll, hogy a bűn Ádámtól Mózesig uralkodott. Miért fontos a Föld kora? Megmondom. A Mózes első könyvének hihetősége forog kockán. Mivel az átlagember azt olvasva nem találja benne a több milliárd évet, tehát egyszerű a kérdés. Az átlagember meg tudja érteni a Bibliát, ha olvassa, vagy kell-e valami guru, aki majd elmagyarázza? Másodszor Jézus szavahihetősége forog kockán, hiszen 25-ször hivatkozik a Mózes első könyvére, és majdnem mindegyik könyv a Bibliában hivatkozik a Mózes első könyvére. És ez igencsak lényeges az evolucionisták számára is. Ha kivesszük a több milliárd évet, az elméletünk nagyon butának látszik. Jézus azt mondta, mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, rólam írt. A Biblia pedig nyíltan tanít kb. 6000 évről. Nézzük, hogy mit mutatnak a tudományos bizonyítékok 1999-ben a Föld népessége meghaladta a 6 milliárdot. 1985-ben 5 milliárd ember lakott a Földön, 1800-ban pedig 1 milliárd ember volt. Abban mindenki egyetért, hogy 1800-ban kb. 1 milliárdan voltunk, és hogy a Föld népessége gyorsan nő. De a Föld nem túlnépesedett, ne dőlj be a túlnépesedést hirdető propagandáknak az iskolában. A Föld teljes népessége, mind a 6 milliárd ember elférne a floridai Jacksonville-ben kétszer. Ebben a kisvárosban több mint 25 milliárd talpalatnyi hely van. Nem túl népesedett. Mentetek már kocsival Nebraskán keresztül? Vagy Kansasen át? Új-Mexikon vagy Texason át? Vezessél csak Texasban. Már 3 napja úton vagy, ez még mindig Texas. Föld nincsen túl népesedve. Menj át Tennessee-n. Az Isten szerelmére nincs túl népesedve. Ha mégis olyan helyen laksz, ahol túl van népesedve, költözzel? Mert másút nagyon sok hely van. Amikor Jézus közöttünk járt, a Föld népessége kb. A milliárd egynegyede volt. Úgy tűnik, hogy az emberiség számának növekedése 4400 évvel ezelőtt kezdődött. Ha az evolúcióban hiszel, akkor itt gond van. Mert azt gondolod, hogy az ember 3 millió éve itt van. A 3 millió év alatt a népesség megnőtt volna. Jelenleg egy újnyi helyre 150 000 ember jutna. Már zsúfolt lenne, nem? Nem több millió éve vagyunk itt. Isten azt mondta Ádámnak, hogy népesítse be a Földet, legyen sok gyereke. A Földet lakóhelynek teremtette, ahogyan azt az Ézsaiásban mondja. Másik oldalom, ellenben vannak olyanok, akik csökkentenék a Föld népességét. Ez a sátán terve. Jacques Cousteau szerint naponta meg kéne szabadulni 350 000 embertől. Ted Turner szerint a jelenlegi világ népességét 95%-kal kéne csökkenteni. Oké, Ted, tiéd az elsőbség. Ezek az illetők az új világrend hirdetői, a világ népességét 500 000 000-ra szeretnék csökkenteni. Tudjátok, az Úr azt mondta a sátánnak az Édenkertjében, hogy a hasadon fogsz csúszni, és port eszel egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony utódja között. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mordosod. A sátán tudja, hogy egy napon egy asszony magva eltapossa a fejét, és nem túlzottan várja ezt az időt. Tehát elhatározta, hogy megöl minden embert a Földön. Célja az emberiség kiirtása, hogy Isten tervét megakadályozza. Isten azt mondta, töltsétek meg a Földet.
Amikor Herodes meg akarta ölni a gyermek Jézus Betlehemben, mit tett? Azért, hogy véletlenül sem maradjon ki az az egy, meg akarta ölni mindegyiket. Sátán pedig megpróbál mindenkit megölni a Földön. Charles Wooster így nyilatkozott. Minden bajnak az ember az oka, néhányuktól meg kell szabadulnunk. Bill Clinton aláírta a Diversity Egyezményt, miszerint az emberiség számát 1 milliárdra kell csökkenteni. A földet már fel is osztották. Pirossal jelzett területeken csak állatok élhetnek, embereknek tilos. Az egyezményeket már aláírták. Hamarosan akár jogerőre is emelkedhetnek. Peter Singer, abortusz támogató szerint, a gyermekek megszületése után még 28 napon keresztül lehessen joguk dönteni az élete felől. Ezt hangoztatja, a kereszténység az ellenségünk, el kell pusztítani a zsidó keresztény vallást. Ellen Gregg szerint a világot rák pusztítja, és ez a rák az ember. Fülöp herceg, Erzsébet királynő férje, ő találta fel a mikrohullámú sütőt, tehát ő nyilatkozta a következőt. Ha reinkarnálódhatnék, gyilkos vírus szeretnék lenni, hogy csökkentsem a népesség szintjét. Hát ez szép. Apropó, Monsanto szorgalmasan dolgozik a génmanipulált élelmiszereken. Európában már betiltották ezeket. Amit eszel, annak 70%-a génmanipulált élelmiszer tartalmaz. Ez pedig sokféle egészségügyi problémát okozhat. Olvasd el a Seeds of Deception című könyvet bővebb információért. Vagy a Tervezett kihalás című cikket, ami arról szól, hogyan manipulálják az élelmiszert azért, hogy csökkentsék a népességet. Az Egyesült Nemzetekben ez hangzott el. Az élelmiszer hatalom és a viselkedés irányítására használjuk. Ami pedig az oltásokat illeti, érdemes elolvasni, hogy mi lesz a vírusokkal, amiket beleoltanak a vakcinákba, amik időzített bombaként viselkednek. Az autizmus óriási mértékben növekedett. Csak Illinoisban 75%-kal. A legtöbben úgy tartják, hogy az oltások miatt. A hirtelen gyermekhalál növekedése is az oltásoktól lehet. 1970-ben Ausztrália tette nem kötelezővé az oltásokat. Abban az évben 50%-kal csökkent a hirtelen gyermekhalál. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne oltassuk be magunkat, hanem hogy vannak emberek, akik a föld népességét csökkenteni akarják. Ha Georgia állambeli Elberton városkából északra megyünk, 7 mérföldet a 77-es úton, jobbra tekintve lehet látni egy helyet, ahol azt tanítják, hogy csökkenteni kell a föld népességét. Apropó, arrafelé vegyi felhők is megfigyelhetőek, az interneten is olvashatsz róluk. Ha azon a helyen jobbra nézel, a Stonehenge-hez hasonló köveket láthatsz. Közelebbről nézve egy hátborzongató hely a semmi közepén. A kövelken pedig 12 nyelven olvasható az új világrend 10 parancsolata. Első számú parancsolat, a föld népességét 500 milliárd alatt kell tartani. Álljunk meg egy pillanatra. Már 6 milliárdan vagyunk a Földön. Hogyan javasolhatják azt, hogy a népességet 500 milliárd alatt kell megtartani? Úgy tűnik, hogy valami erőteljes csökkenésnek kell történnie a népesség létszámában. Erről bővebben egy főiskolai előadásomon beszéltem. A jelenlegi populáció azt mutatja, hogy az ember 4400 éve van a Földön. Kutatások szerint volt egy genetikai leszűkülés, amikor is a Föld népessége valami okból pár ezerre csökkent. Közelednek az igazsághoz, ami az, hogy 8 ember volt csupán 4400 évvel ezelőtt. Még csak kutassanak, mindenkit erre buzdítok, hogy tanuljon, és akkor egyre közelebb fog jutni az igazsághoz. A galaxisok forognak, de a belsejükben lévő csillagok gyorsabbak, mint a kívüllevők. Akkor miért vannak spirális karjai a galaxisoknak? Nem kéne ott lenniük. A galaxisok a bizonyítékai annak, hogy a világ mindenség nem több milliárd éves. S bár minden 30 évben felrobban egy csillag, amit novának vagy szupernovának hívunk, mégis kevesebb, mint 300 szupernova maradványt találtak. Ez csupán pár ezer évre elég mennyiségű csillag. Miért nincs több milliárd szupernova maradvány? Néhányan azt állítják, hogy megfigyelhető néhány csillag keletkezése. Ez nem így van. Erről majd bővebben a 7. videóban lesz szó. Még soha senki nem látott csillagot keletkezni. A Jupiternek erőteljesen csökken a hőmérséklete. A vörös óriások fehér törpékké változnak. A tankönyvek szerint ez több milliárd évig tart. De ez nem így van. Az összes egyiptomi csillagász szerint a Sirius vörös bolygó volt. Ám most egy fehér törpe. Egy pár ezer év leforgása alatt történt. A Jupiter Ganymede nevű holdjának erős mágneses vonzása van,
tehát nem lett több milliárd éves. A Szaturnusz gyűrűi egyre távolabb kerülnek a bolygótól, ezért nem lett több milliárd éves. Wald Brown könyve erről szól. A Hold a Föld körül kering. Tudjátok-e, hogy keringése közben egyre távolodik a Földtől? Lassan elveszítjük a Holdat. Évente pár centivel kerül távolabb tőlünk. Nincsen nagy gond, ne aggódjatok. Amúgy se tudjuk befolyásolni, ám minden egyes nap a Hold távolabb kerül a Földtől. Figyeljetek, gyerekek, ez nehéz lesz. A Hold minden nap távolodik a Földtől. Ez azt jelenti, hogy régebben közelebb volt a Földhöz. Hányan értik ezt minden segítség nélkül? Nos, a Hold közelebb volt, az gond, mert a Hold idézi elő az árapály jelenséget. A Knoxville-i embereket valószínűleg nem érdekli az árapály, annál inkább az embereket Pensacolában. Nos, ha a Hold közelebb lenne, magasabb lenne az ár. Van egy törvény, az úgynevezett inverz négyzet törvénye. Ha a Holdat egyharmadával közelebb hoznánk, akkor kiszámolva a jelenlegi tömegvonzás 9-szeresét kapnánk. Ha matematikailag kiszámoljuk, a Hold és a Föld majdnem összeért volna 1,4 milliárd évvel ezelőtt. Wald Brown szerint a fenti adatok a Föld és a Hold életkorát maximum 1,2 milliárd évre korlátozzák. Nos, ha a Hold ennyire közel lehetett a Földhöz, akkor ez megmagyarázza, hogy miért pusztultak ki a magas dinoszauruszok. Az üstökösök állandóan az űrben köröznek, ám állandóan veszítenek az anyagukból. Ám nem lehet csak állandóan csökkenteni, mert hamarosan nem marad semmi. Tudjátok, ez olyan, mint egy csekkfüzet. Ha a kiadásod meghaladja a bevételedet, a fenntartási költséged okozza a bukásodat. Nos, ezek az üstökösök állandóan veszítenek az anyagukból. Ez olyan dolog, amit nem lehet a végtelenségig csinálni. A legtöbb csillagász szerint az üstökösök nem élhetnek tovább 10 000 évnél. Nos, akkor hadd kérdezzek valamit. Miért vannak még üstökösök az űrben? Mára már mindnek ki kellett volna pusztulnia. Egy előadáson megemlítettem, hogy az üstökösök azt jelzik, hogy a naprendszer kevesebb, mint 10 000 éves, és erre egy ateista hazament, és egy egész weboldalt írt ellenem. Eddig már több mint 1000, mások szerint akár 2000 Hovind ellenes weboldal létezik. Olyan büszke vagyok. A fiamnak és nekem van egy videósorozatunk, ahol válaszolunk a kritikusoknak. Ezen kívül van egy rádióprogramunk, ahová be lehet telefonálni, és válaszolunk a kérdésekre a Természettudomány című műsor alatt. Avagy az alábbi weboldalon a Creation Science órára kell klikkelni, és be tudok kapcsolódni a műsorba. Matson a weboldalán azt mondta, hogy Hovind nem tudja, hogy egy holland csillagász, Jan Oort az 50-es években azt a felfedezést tette, azaz remélte, szerette volna, hogy odakint valahol van egy nagy üstökösből álló burok, ahonnan szüntelenül újak váltják fel a régieket. Ez az úgynevezett Oort felhő. Tehát azt állította, hogy azért vannak üstökösök, mert újak jönnek a kiégő üstökösök helyére. Szerinte az Oort felhő 50 000 csillagászati egységnyi távolságra van. Egy csillagászati egység az a Nap és a Föld közötti távolság. Egy igazán jó távcsövön keresztül is nehéz meglátni a Plútót, pedig a Plútó csak 39 csillagászati egységnyire van. Az pedig biztos, hogy 50 000 csillagászati egységnyire lévő üstököst nem lehet meglátni. Soha senki nem látta az Oort felhőt. Oort maga sem látta. Az egész egy matematikai hibán alapul. Nincsen Oort felhő. Sagan azt írja, számos tudományos értekezés jelenik meg az Oort felhőről, annak tulajdonságairól és kialakulásáról. Ellenben a létét a legkisebb bizonyítékkal sem lehet alátámasztani. Ám Matson a weboldalán ezt írta. Amennyiben az üstökösökkel akar érvelni, akkor minden kétséget kizáróan be kell bizonyítania, hogy az Oort felhő és más források nem léteznek.
Várjunk, csak várjunk. Hogyan lehet bebizonyítani azt, hogy valami nem létezik? Amivel ő próbálkozik, az a bizonyítás feladatának áthárítása. A liberálisok mindig ezt teszik, és mi bevesszük. Megmutatom, milyen könnyű ezt csinálni. Tegyük fel, én azt állítom, hogy a görögdínye kék belül, amíg fel nem vágják a héját. Bizonyíts be, hogy nem így van. Ezt a bizonyítás áthárításának hívják. Nem tudsz vele mit csinálni, ha felvágod. Nézd, piros! Erre a válasz, nekem volt igazam, mert egy pillanattal előtte még kék volt. Azt mondja, hogy nekem kell bebizonyítanom, hogy nincs ortfelhő. No, várjunk csak. Tudjuk, hogy vannak üstökösök. Tudjuk, hogy nem élnek 10 000 évnél tovább. Tudjuk, hogy a Biblia szerint a Föld 6 000 éves. Nekem semmi gondom az üstökösökkel. Ám ő úgy akarja feltüntetni, mintha nekem lenne bajom az üstökösökkel. Holott neki van. A Biblia azt írja, az egek hirdetik Isten dicsőségét. Ez érdekes, mert az evolúció elmélete szerint a nap és a csillagok a Föld előtt keletkeztek. Isten pedig azt mondja, hogy a Föld előbb lett, mint a nap és a csillagok. Az evolúció elmélete szerint minden pont fordítva van, mint a Bibliában. Pontosan fordítva. Nem lehet a kettőt összehozni. A Biblia szerint az ember halált hozott a Földre, az evolúció szerint a halál hozta az embert a Földre. A Biblia szerint Isten teremtette az embert, az evolúció szerint pedig az ember teremtette az Istent. Ez a két elmélet hanyat-homlok ellentmond egymásnak. Az emberek kérdezik, Isten nem használhatta az evolúciót a teremtéshez? Használhatta volna, de biztosan nem a Biblia istene. Az az Isten, aki az evolúciót használja, az gonosz, pazarló és visszamaradott. Erről majd bővebben a 7. videóban lesz szó. A Zsoltáros ezt mondja, mikor látom az egeidet, az egeidet több eszám, erről majd a 2. videóban lesz szó. Azt mondja, mikor látom. Gyerekek, néha kapcsoljátok le azt a tévét, és menjetek ki a szabadba, hogy lássátok az eget. Nézzétek meg, mit alkotott az Isten. A Zsoltáros azt mondja, felhevült bennem az én szívem, míg elmélkedtem. Az elmélkedni szó azt jelenti, hogy gondolkodni. Kétszer is használja a Biblia a gondolkodni szót. Érdekesen működik a nyelv. A hívő egy olyan ember, aki hisz Istenben, ha a tlantlen végződést hozzátesszük, akkor a hitetlen ember egy olyan ember, aki nem hisz Istenben. Az elmélkedni szó azt jelenti, hogy gondolkodik. A gondatlan ember pedig az, aki nem veszi fel a gondot. Ha nem gondolkodsz, könnyen leszel gondatlan. Az meg még jobb, ha gondtalan vagy, mint egy vidám parkban. Mikor látom az egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla. Tudjátok, azt az embert, aki Isten hatalmas dolgain gondolkozik, azt nem nyűgözik le az ember által elért dolgok. Ha hazamentek innen, nézzetek körül a gyermekeitek hálószobájában. A falakon körben sporthősök képei láthatok. Most figyeljetek! Arra nevelitek ezzel a gyerekeiteket, hogy azon gondolkodjanak, hogy mit érhet el az ember, nem pedig arra, hogy mit érhet el az Isten. És agya, a gondolkodása ennyire lesz csak mély. Hú, bedobta a labdát a kosárba. Kit fog ez érdekelni 1000 év múlva? Kit érdekel 5 év múlva? Tudja itt valaki, hogy ki nyerte meg a Super Bowlt 5 évvel ezelőtt? Kit érdekel? Nem sokat számít. Az a sok ember mindegy labdáért küzd, mint hogyha nem vehetne mindegyik egyet magának. Nem mondom, hogy bűn, de buta dolognak tartom, hogy 5 millió dollárt kölcsönel valaki pár percnyi dicsőségért. Nem maradandó. Gondolkodjatok olyan dolgokon, amelyek maradandóak, amelyeket Isten tett. A Biblia azt mondja, hogy elmélkedj a Földről, az is tanít. A Föld olyan, mint egy nagy mágnes, azok pedig mindig elveszítik az erejüket. A Föld elveszítette mágneses erejének 10%-át az elmúlt 150 évben. Ez természetesen azt jelenti, hogy régebben erősebb volt, és hogy nem lehet 25 000 évnél idősebb. Csak a Föld mágneses erejének csökkenése bizonyítja, hogy a Föld életkora 25 000 évnél kevesebb, így a szénizotópos kormeghatározás sem lehet igaz. Például egy mamut lábának a kora a szénizotópos meghatározással 15 000 év, míg a bőre 21 000 év. A mamut egyik része 29 000 éves, a másik része 44 000 éves.
Ez aztán a lassú születés. Erről és az ezzel kapcsolatos problémákról bővebben a hetedik részben lesz szó. A tankönyvek azt mondják, hogy azért gyengül a mágneses ereje a Földnek, mert az megfordul. Azaz vannak ilyen reverziók. Nincs ilyen az óceánok mélyén levő kőzetek mágneses mezőjében. Ez egy másik elmélet része, amit Pangeának hívnak. Eszerint az összes kontinens régebben egy volt. Azt biztosan nem mondták el, hogy Afrika 35-40%-kal összement a képen, hogy beférjem. Mexikó és Közép-Amerika nincs a képem. Hol van akkor Mexikó, Panama, Costa Rica? És nem mondták el azt, ami még egy óvodásnak is feltűnik, hogyha kivesszük a vizet az óceánokból, alatt a Földet találunk. Kérdezik, Hovind, szerinted volt idő, amikor a kontinensek egybe kapcsolódtak? Mit értesz ez alatt? Még mindig össze vannak kapcsolva. Csak ami mélyebben van, az kitölti a víz. Milyen buta elmélet? Erről az úgynevezett Pangeáról majd bővebben a hatodik videóban lesz szó. A Föld kb. 1666 km/h sebességgel forog az egyenlítőnél. Az Astronomy magazin 1992-es kiadásában az áll, hogy a Föld forgása egyre lassul. Így a június egy másodperccel lesz hosszabb, mint általában. Egy plusz másodpercünk lesz. Minden egy másfél évben van egy ilyen plusz másodperc, mert a Föld forgása egyre lassul. Nos, gyerekek, egy nehéz kérdés következik. A Föld forog, ám egyre lassul a forgása. Ez azt jelenti, hogy régebben gyorsabban forgott. Hányan értik ezt segítség nélkül? 4, 5, 6, 9. Nos, ha a Föld csupán 6000 éves, akkor ez nem okoz gondot. Ha kicsivel gyorsabban is forgott, az nem volt észrevehető. Ám néhányan azt akarják elhitetni velünk, hogy a Föld több milliárd éves. Hé, ha több milliárd évet akarsz visszamenni, lesz egy kis gond. Elég gyorsan mehetett. Felkelsz, lefekszel, ennyi idő alatt semmit se lehetett csinálni. A centrifugális erő hatalmas lehetett. A Coriolis hatás miatt a szél kb. 6500 km/h-val fújt. És mi történt akkor az élő dinoszauruszokkal? Én tudom, lerepültek. Nem több millió évvel ezelőtt éltek. A Szahara sivatagnak uralkodó a széliránya. Mindig ugyanonnan fúj a szél. Ez komoly problémát okoz. A sivatagi forró levegő elpusztítja a környezetben lévő fákat, és az a terület is sivataggá válik. Ezt a jelenséget elsivatagosodásnak hívják. Alaposan tanulmányozták a Szaharát, és megállapították, hogy a Szahara kb. 4000 éves. Akkor elkezdett terjeszkedni. Előtte virágzó föld volt a helyén. De akkor kérdeznék valamit. Ha a Föld több milliárd éves, miért nincs ennél nagyobb sivatag valahol? Miért kevesebb, mint 4000 éves a Föld legrégebbi sivatagja? Nos, van erre egy elméletem? Hiszem, hogy kb. 6000 évvel ezelőtt Isten megteremtett mindent. 4000 évvel ezelőtt volt egy özönvíz. Hát, elég nehéz egy özönvíz alatt sivatagnak elterülnie. És ezek szerint a sivatag csak az özönvíz után alakulhatott ki. A Bibliára alapozva tehát a legnagyobb sivatag a Földön kevesebb, mint 4400 éves kell, hogy legyen. És az? Na hát, lehet, hogy a Bibliának igaza van? Tudjátok-e, hogy amikor lefúrnak a Földbe, gyakran olajat találnak? Néhány helyen elképesztő nyomás alatt van az olaj, akár 4100 kg per négyzetcentiméter. Óriási erővel tör fel a Földből, 4100 kg per négyzetcentiméter. A szakemberek azt mondják, hogy a kőzet nem bírja ezt a nyomást 10 000 évnél tovább. Tudom, hogy a kőzet rétegnek is nagy a súlya, ám az olajnyomás az nagyobb, mint a rajta levő teher. Azt mondják, hogy kevesebb, mint 10 000 év alatt megrepedezik és kiukad a kőzet akkora nyomás hatására. No, de akkor van két kérdésem. Honnan jött az olaj, és miért van még mindig nyomás alatt?
A legtöbb természettudós egyetért abban, hogy az olaj összepréselődött organizmusokból jött létre, amelyet a hő és a nyomás olajjá alakított. 1971-ben 20 perc alatt előállítottak olajat egy laboratóriumban. Ausztráliában van egy olyan szennyvíztisztító telep, ahol a szennyvízből 30 perc alatt olajat állítanak elő. Texasban most nyílt egy olyan gyár, ahol hő és nyomás segítségével pulyka belsőségekből állítanak elő olajat. Az egyik cikkben ez állt. Lemásoltuk a természetet, ám ami neki több millió évbe telt, azt mi megcsináltuk úgy 30 perc alatt. A Sinclairnek a dinoszaurusz a logójuk. Tudjátok, a dinoszauruszok átváltoztak olajjá. Igen, 80 millió éven át érlelődtek, ebben nem hiszek. Van egy elméletem az olajjal kapcsolatban. Az az elméletem, abban hiszek, hogy kb. 6000 évvel ezelőtt Isten megteremtett mindent. 4400 évvel ezelőtt volt egy özönvíz. Ebben az özönvízben sok állat és ember megfulladt. Az iszap és a hordalék, a sár és a kövek alá kerültek. Ami elég nehéz lett egy idő múlva, és összenyomta őket olajjá. Tehát a mai olaj az özönvízben megfulladt állatokból és emberekből származik. Ami azt jelenti, ha belegondolsz, hogy valamelyik ősöd volt az üzemanyag, amikor este idejöttél kocsival. Legközelebb, ha a benzinkútnál vagy, akár azt is mondhatnád. Viszlát, nagypapi! Hallgathattál volna Noéra. Egyszer Denverben prédikáltam, és néhányan megkerestek. Hovind, mondták. Tudjuk, hogy azt tanítja, hogy a föld csak 6000 éves. Szeretnénk bebizonyítani, hogy téved. Jöjjön velünk! Elvittek egy hatalmas hűtőházhoz Denverben, ami az országos jégmintaraktár. Mínusz 36 fok van benne. Nagy kabátot, meleg sapkát, meleg csizmát vettem, de már 5 másodperc alatt átfagytam, amint beléptem. A következőket mondták. Mi Grönlandba járunk, és lyukakat fúrunk a jégbe. Visszük ezt a nagy csövet, lefúrunk vele, kiveszük a jeget a csőből, és a jeget itt raktározzuk ebben a nagy hűtőházban, Colorado-ban. 10 jégminta van elraktározva a mélyhűtőben. Oda vitték, hogy megmutassák az egyik jégtömböt. Látja rajta a gyűrűket, amelyek olyanok, mint a fák évgyűrűi? Sötét, világos, váltakozva. Ez azért van, magyarázzák, mert nyáron megolvad egy kicsit a jég, ami újra megfagy, ez a sötét jég. Télen a hó felhalmozódik, így nincs lehetősége megolvadni, amit a fehér gyűrű jelez. Tehát a gyűrűk azt jelzik, hogy váltakozott egymás után a tél, nyár, tél, nyár. A legmélyebb lyuk, amit valaha fúrtunk, mondták, az 3048 méter mély. Megszámoltuk a jéggyűrűket, és 135 ezer volt belőlük. Maga meg mindenkinek azt mondja, hogy a Föld 6000 éves, holott itt a bizonyíték, hogy legalább 135 ezer éves. Barátaim, mondtam nekik. Maguk azt gondolják, hogy azok évgyűrűk. Nyilvánvalóan nem tudtak az eltűnt repülőrajról. A második világháborúban néhány repülőnek elfogyott az üzemanyaga, és leszálltak Grönlandon. A gépeket ott hagyták 1942-ben. A háború végéig nem foglalkoztak a gépekkel, míg egy Kentucky milliómosnak jó ötlete nem támadt. Keressük meg ezeket a gépeket, és hozzuk haza őket. Tehát elmentek megkeresni a gépeket, és radarok segítségével meg is találták őket, mélyen a jég alatt. Lyukakat olvasztottak a jégbe, hogy lejussanak a P-38-ashoz, ami 80 méter mélyen volt a felszín alatt. Tehát utat olvasztottak a géphez, darabokra szedték, felhozták a felszínre, és Middleboro-ban, Kentucky-ban megint összerakták őket. Itt nem messze tőlünk, talán 2 órányira innen. Tehát a gépek 48 éven keresztül voltak a jég alatt, 80,16 méter mélyen. Az 1,67 méter évente. A legmélyebb lyuk, amit fúrtak, az 3048 méter mély. Amit ha elosztunk az évenkénti 1,67 méterrel, akkor az kb. 1820 év. Mivel a mélyen levő jég vékonyabb rétegekké nyomódik, a sarkokon lévő jégvastagság nem gond, ha 4400 évvel számolunk. Miért nincs több jég az északi és déli sarkon? Elmentem a múzeumba, és megkerestem az illetőt, aki kiásta a repülőt a jégből. Bob Cardinnak hívták. Megkérdeztem tőle, amikor lementél a jégbe, a géphez, láttál egy gyűrűket? Ó, igen, sok százat, válaszolta. Na várjunk csak, hogyan lehet több száz gyűrű csupán 48 év alatt? Hát úgy nem 48-nak kellett volna lennie? Ki mondta neked, hogy azok évgyűrűk? Kérdezte. A rétegek nem nyár-tél-nyár-tél váltakozást mutatják,
hanem a hideg-meleg-hideg-meleg-hideg-meleg változást. Akár 5 ilyen is előfordul egy hétvége alatt Knoxville-ben. Nem? Ám ők ennek ellenére évgyűrűnek hívják őket. Ezek szerint vagy tudatlanok, vagy hazudnak. Remélem, hogy csak tudatlanok, mert azon lehet segíteni, de a hülyeség örökre megmarad. Az egyik eszkimó azt írta a levelében, hogy 8 óra leforgása alatt 15 réteg hó lett a kocsiján. Nem 18 centi, hanem 18 megkülönböztethető réteg hó. Gyerekek, nektek azt fogják tanítani, hogy a Föld különböző rétegei mind külön korszakokból valók. Tudjátok-e, hogy az egész geológiai földkorszakrendszer kitaláció? Nem létezik. Erről majd a 4. videóban lesz szó. Az egész világon megkövesedett fák találhatóak a rétegekben állva. Ha egy megkövesedett fa több ilyen réteget összeköt, azok nem lehettek több milliárd évesek. Van egy ilyen Cookville-ben, Tennessee-ben. Az alja elszenesedett, a közepe megkövesedett, a teteje pedig elszenesedett. 2 szélrétegen megy át. A Spiritóban találtak farönköket. Állva maradtak a vízben, a fa hamar megkövesedik. Emit látható egy megkövesedett fadarab. Emit pedig egy megkövesedett hal szülés közben. Nem tart a szülés több ezer éven át. Emit meg egy megkövesedett cowboy csizma látható, benne a megkövesedett cowboy lábával. A Mississippi folyó óránként 80 ezer tonna üledéket rak le. Minden órában 80 ezer tonna sár jön és lakódik le New Orleansnál. És a folyó deltája egyre nagyobb lesz. Elég alaposan tanulmányozták a delta vidékét, és azt találták, hogy kb. 30 ezer év kellett az ekkora méretű lerakódáshoz. Nos, akkor van egy kérdésem. Ha a Föld több milliárd éves, miért nem töltötte fel a folyó az egész mexikói öblöt? De hovind? Ez csak 30 ezer év. A Bibliának nincs igaza, mert ott 6 ezer év áll. Tudom, de van erről egy elméletem? Így hangzik. Úgy hiszem, hogy 6 ezer évvel ezelőtt Isten megteremtett mindent. 4400 évvel ezelőtt volt az özönvíz. Ahogyan a vizek hirtelen elfolytak, a fele üledéket odamosták 20 perc alatt. Csak úgy tűnik, hogy 30 ezer évbe tellett az üledéknek oda kerülni, de ez csak 20 perc volt valójában. Az egyik barátom Louisianában ezt mondta. Hovind, én egy olajtársaságnál dolgoztam, amelyik olajat keresett a mexikói öbölben. Lefúrtunk 4260 méterre a felszíntől. És találtunk az üledékben álló helyzetben lévő fákat, amelyek 18 méter magasak voltak. Erről bővebben majd a 6. videóban. Itt van egy kép a Földön élő legöregebb fáról, tüskés tobozú fenyő. A Pensacolai Múzeumban is van egy ilyen fenyő. 700 éves. Nagyíton keresztül megszámoltuk az évgyűrűit. Jó sokáig tartott. Az évgyűrűk nem megbízhatóak, mert a fák képesek 2 vagy 3 gyűrűt is produkálni egy év leforgása alatt. Vigyázni kell az egybeeső gyűrűkkel is. Nos, a világon a legrégebbi fa a tankönyvek szerint 4300 éves. Ez a legrégebbi organizmus a Földön. Elég öreg, de van egy kérdésem. Amennyiben a Föld több milliárd éves, miért nincs valahol ennél öregebb fa? Miért 4300 éves a legrégebbi fa? Van erről egy elméletem. Ez a következő. 6000 évvel ezelőtt Isten megteremtett mindent. 4400 évvel ezelőtt volt egy özönvíz. És ezek alapján várható, hogy a legrégebbi fa 4300 éves kell, hogy legyen. És az? Húha! Lehet, hogy ennek a Bibliának igaza van? Itt egy kép egy korallzátonyról. Bizonyára tudjátok, hogy a legrégebbi korallzátony Ausztráliában van. Egyszer meghívtak prédikálni Ausztráliába. Azt válaszoltam, hogy ezért még imádkoznom kell. Azt mondta, hogy rendben. A családommal együtt mentünk, és a lányommal búvárkodtunk a nagy korallzátonynál. Hihetetlen volt. A második világháborúban a korallzátony egy nagy részét elpusztították, a hajók, bombák, horgonyok, tehát a természetvédők ott voltak, hogy megfigyeljék, mennyi idő alatt regenerálódik a zátony. 20 éven keresztül figyelték a korallzátony növekedését. Kormányprojekt volt.
Miután 20 éven át figyelték, arra a következtetésre jutottak, hogy a korallzátony kevesebb, mint 4200 éves. De akkor van egy kérdésem. Ha a Föld több millió éves, miért nincs valahol egy nagyobb korallzátony? Hogy lehet, hogy a legrégebbi korallzátony csak 4200 éves? Van erről egy elméletem? Gondolom már jól tudjátok, hogy mi az, eddigre már rájöttetek, ugye? Itt van egy kép a Niagara vízesésről. A tankönyvekben az áll, hogy a Niagara vízesés sziklaperemét már csak nem 9900 éve koptatja a zuhatag. Hát ezt meg honnan tudják? Minden zuhatag pereméről a víz köveket tör le, azokat lemossa, és így egyre hátrébb kerül a pereme. A folyás irányával ellentétes az erózió. A Niagara így módon évente 1,4 métert haladt hátrafelé. Charles Lyell járt a vízesésnél 1841-ben. Akkor a vízesés a jelzett sziklától indult, és a nyíl irányában haladt. Azt állította, hogy a vízesés 10 000 éves. Az ott élő emberek mondták neki, hogy az erózió annál azért jóval nagyobb. Egy nagy esőzésnél még jobban észrevehető. Ez az úr évi 1 méterre tette az erózió sebességét azért, hogy a Bibliát hamisnak állítsa be. Gyűlölte a Bibliát. Ma a Niagara jóval hátrébb van, és amögött, a sziget mögött ketté vált. Tulajdonképpen kettő van, egy az amerikai, egy pedig a kanadai oldalon. Charles Lyell ideje óta történt ekkora erózió. A tankönyv szerint a völgytorok, amiben a folyó belefut, 12 km hosszú. Egyszerűen kiszámolható, hogy a kora 9900 év, mondják. De ez nem úgy van. Látjátok itt a Niagara vízesést? Lewiston északi részéről indult. Ha a Föld több millió éves, már az erózió hatására miért nem jutott el egészen az írítóig? Miért van a Niagara éppen itt? Van erre egy elméletem? Ez a következő. Kb. 6000 évvel ezelőtt Isten megteremtett mindent, és 4400 évvel ezelőtt volt egy özönvíz. Ahogyan az özönvíz elvonult, a folyómeder felét kimosta, mintegy 20 perc alatt. Bár 9900 évnek tűnhet, de elfeledkeztek az özönvízről, és a helyes számolásról is, mert az akkor is csak 8426 év. Nos, amikor esik az eső, a víz 30%-a az óceánokba folyik, magukkal sodorva az ásványi sókat. Az óceánok egyre sósabbá válnak. Ma 3,6%-ban sósak. Ez akár 5000 év alatt is megtörténhetett. Kérdés. Miért nem sósabbak a tengerek? Nos, tudjátok, 6000 évvel ezelőtt Isten megteremtett mindent. 4400 évvel ezelőtt volt egy özönvíz. Az özönvíz óta egyre sósabbá válnak az óceánok. Egyszer egy ateista megkérdezte, Hovind, megmondaná, hogy az édesvízi halak hogyan élték túl az özönvizet? Uram, ön azt feltételezi, hogy az özönvíz sós volt? Az óceánok vize sós, felelte. Igen, napjainkban, válaszoltam. Szerintem az özönvíz javarészt édesvíz volt, s azóta lett egyre sósabb, s így néhány állatnak alkalmazkodnia kellett a sós vízhez. Így vannak jelenleg édesvízi krokodilok és sósvízi krokodilok. Ám valószínűleg közös az ősük. Erre ő. Ez evolúció. Semmiféleképpen, feleltem. Az édesvízi krokodilokból sósvízivé való változás egy aprócska változás az evolúcióval összehasonlítva. Önök azt tanítják, hogy a krokodil a kőből lett. Na ez már óriási változás. Az egyik barátom Alabamában halakat tart. Azt mondja, hogy néhány édesvízi hal akváriumába 2 héten keresztül lassan sót adagolt, és sósvízi halak lettek belőlük. Amikor visszatették őket az édesvízbe, 30 perc múlva elpusztultak. Hányan jártatok már cseppkőbarlangban, ahol nem volt szabad a cseppkövekhez nyúlni, mert úgymond több millió évbe telik, míg egy kialakul? Ugyanazt mondják a Kentucky-ban lévő Mammut barlangban és a Kázbadi barlangban, hogy 250 millió évesek a cseppkövek. Valaki azt mondta a cseppkövekről, hogy a maximális növekedésük 1 és 10 cm 1000 év alatt. Nem értek egyet. Nézzétek meg a 120 cm-es cseppkövet, ami a Lincoln Memorial alatt nőtt 40 év alatt. Itt egy denevér, amit befedett a cseppkő. 5 cm-es cseppkövek lógnak az 1926-ban épült mélyhűtő épületéről. Ez a srác egy 40 éves épületben áll, ahol hatalmas cseppköveket hozott létre a mészkőben át csepegő víz. Emitt egy bánya látható Ausztráliában, ami 55 évig zárva volt. Amikor kinyitották, akkor látták meg a hatalmas cseppköveket.
Egy cső 7 éven át csöpögött, és egy 32 cm-es cseppkövet hozott létre. 10 cm a cseppkő növekedése 1000 év alatt. Inkább 5 cm évente. Ezt a cseppkövet törték le a múzeum aljáról. Van Texasban egy parkolóház, ami 1997-ben épült, és cseppkövek nőttek a diákok benne parkoló autóira. Egy illetőnek a telkén volt egy melegvízű ásványi sokban gazdag forrása, a wyomingi Thermopolisban. Így egy csövet vert le a földbe, a víz kijött a cső tetején és lecsorgott az oldalán. Tipi, azaz indián sátor forrásnak hívták. Nos, az illető meghalt, a cső pedig úgy maradt. Ahogy a víz kifolyt, elpárolgott, és a helyén vízkövet hagyott. Hányótoknak ismerős a vízkő a mosdó lefolyón? Az illető tehát meghalt, és 95 évvel később a cső leverése után elmentem megnézni, itt van, 1998-ban. Jócskán kéne használnunk a vízkőoldóból, ha ezt szeretnénk innen eltakarítani, nem de bár? A szökőkút, ami pár évvel utána épült, már nem olyan nagy. Tudjátok-e, hogy a jelenlegi erózió 14 millió éven belül a kontinenseket lapossá változtatná? Hogyan lehet akkor még magas szikla, ha azok 300-szor idősebbek, mint 14 millió év? Ha nyugatra repülsz és nézed az erózió munkáját, döbbenetes, mennyire látszik, hogy ezt a tájat egy özönvíz tarolta le. Csak repülj, és nézd ki az ablakon, ahogyan én tettem. A legrégebbi nyelvek a Földön érdekes vonásokat mutatnak. A főbb írásrendszerek eredete látható itt a National Geographic szerint. Miről árulkodnak? Arról, hogy a legrégebbi írott emlék Krisztus előtt 3000-ből származik. 5000 évvel ezelőttről. A legrégebbi írásrendszerek. És a legrégebbi nyelv is modern, kifinomult és teljes. A kínaiaknál a 2000. év a 4700. volt. Időszámításukat az özönvíztől számítják, Noét Fluhájnak hívták. A héber naptár szerint a 2000. év az 5760. volt. Azt tudjuk, hogy a héber időszámítás egy kicsit felborult, mert a rabbik Jézus miatt tudatosan kivettek belőle néhány évet. Az angliai szászok egészen Ádámig visszafezetik származásukat. A dán és a svéd királyok nemzetsége egészen Noéig van visszavezetve. Nem megbízhatóak ellenben az egyiptomi királyok nemzetségi táblái. Miért van az, hogy a Földön lévő legkorábbi megbízható feljegyzések 6000 évnél fiatalabbak? Nos, van erre egy elméletem? Szerintem már tudjátok azt, hogy mi ez, nem? A Biblia teljesen igaz, barátaim. Tudományosan teljesen megbízható. A fiatal föld mellett szóló bizonyítékok túlsúlyban vannak, ám ezt nem tanítják. A diákoknak csak az öreg föld mellett szóló bizonyítékokat tanítják. Emlékeztek a dobozban lévő érmékre? Jobb, ha a legfrissebbeket vizsgáljuk meg. Ezek a könyvek már nem igazán mondhatók tudományos könyveknek, hiszen az evolúcióról szólnak. Úgy vélem, hogy ez az új világrend nagy képének csupán egy kis darabja. Ennek az országnak az alapítói azt mondták, hogy minden ember egyenlőnek lett teremtve, és teremtője jogokkal ruházta fel. Például jogod van arra, hogy legyen gyülekezeted, vagy a kormány gondoskodik róla. Erről szól az 501/C törvény, tanulmányos csak. Van-e jogod megházasodni, avagy a kormány jogosít fel rá? Papírod van-e a házasságról, vagy el is kötelezted-e magad? Tudjátok, az állami iskolába járó gyerekek 75%-a visszautasítja a keresztény hitet egy év főiskola után. Ez történt Crawford Toy-jal is. Legtöbben nem hallottak róla. Egy délbaptista szemináriumi professzor volt. Majdnem feleségül vett egy Lottie Moon nevű hölgyet. Hallottatok már róla? Kínában volt egy kiváló misszionárius. Crawford Toy a polgárháború után Európába ment, és tanult az evolúcióról. Bevette, és elhitte. Evolúció hívő lett belőle. Crawford visszajött a Biblia iskolai osztályához, és ezt mondta. A Biblia egy egyszerű hatnapos teremtést próbál tanítani, de egyszerűen téved? A Biblia téved. Crawford, várj egy kicsit. Lehet, hogy a te elméleted hibás. Lehet, hogy agymosást kaptál. Nagyon egyszerűen át lehet mosni az ember agyát. Most mindenkinek gyorsan átmosom az agyát, és mehetünk is haza. Holnap pedig az Éden kertjéről fogunk beszélni, hogy milyen is volt.
hogy miért nem élünk 900 évig. Akkor most megpróbálok mindenkinek agymosást adni. Egy történetet fogok elmesélni, és a mese közben agymosást hajtok végre. Veszélytelen lesz, ne aggódjatok. Miután elmondtam a történetet, fel fogok tenni két egyszerű kérdést ezzel kapcsolatban. Ha tudod a választ, csak tedd fel a kezed, ha pedig nem tudod a választ, az azért van, mert sikerült az agymosás. Akkor figyeljetek, következik a történet. Egyszer régen egy férfi elfutott hazúról. Futott egy kicsit, majd balra fordult. Futott egy kicsit, és megint balra fordult. Megint futott egy kicsit, és megint balra fordult, és hazafutott. Ahogy futott haza, két állarcos férfit látott, amint őt várják. Kik voltak az állarcos férfiak? Miért ment el futva hazúról? Ha tudod, tedd fel a kezed csendesen. Öten, hatan vannak. Figyeljetek megint, megpróbáljuk. Egyszer régen egy férfi elfutott hazulról. Futott egy kicsit, majd balra fordult. Futott egy kicsit, és balra fordult, megint futott egy kicsit, majd megint balra fordult, és hazafutott. Ahogy futott haza, két állarcos férfit látott, amint őt várták. Kik voltak az állarcos férfiak, miért ment el futva hazulról? Rájött még valaki? Még ketten, oké. És a többiek? Figyeljetek! Még egyszer megpróbáljuk, de most kimosom az agyatokat. Nem vettétek észre, de az első 3 másodpercben megcsináltam az agymosást. Most mindenkinek egyértelmű lesz, pedig csak néhány képet mutatok hozzá. Ugyanazt fogom elmondani szóról szóra, de nézzétek a képeket is. Érezni fogjátok, hogy az agyatok kitisztul, igen jó érzés. Készen álltok? Itt van. Egyszer régen egy férfi elfutott hazúról. Futott egy kicsit, majd balra fordult. Futott egy kicsit, és balra fordult, megint futott egy kicsit, és megint balra fordult, majd hazafutott. Ahogy futott haza, két állarcos férfit látott, amint őt várták. Kik voltak az állarcos férfiak? Most mondhatod, ilyen könnyen lehet agymosást csinálni? Ó, igen. Abban a pillanatban, hogy úgy kérdeztem, egy férfi elfutott hazúról? Ti egy házra gondoltatok, és már is rossz vágányra tévedtetek. És ha már egyszer rossz vágányon vagytok, igen nehéz visszatérni a helyesre. Már látjátok, hogy gyerekek millióinak az agyák hogyan mossák át évente? Több millió gyerekkel teszik nagyon egyszerű módon. Beteszik a gyereket egy óvodába, még olvasni sem tud, és ilyen könyveket adnak neki. Olvasok a dinoszauruszokról. Szeretnétek megtudni, hogy a könyv első mondata mi? Több millió évvel ezelőtt. És a gyerekek rossz vágányon vannak az első pillanat után. Hány gyereket tanítottak erre a ti városotokban? Mindenkit. Ezt hívja Jézus hazugságnak. A dinoszauruszok tényleg több millió évvel ezelőtt éltek? Dr. Source úgy fogalmaz, hogy a születésed előtt több millió évvel ezelőtt. Jézus azt mondta, hogy Ádám teremtése volt a kezdet. Valaki itt tévedett, barátaim? A Biblia azt tanítja, hogy az özönvíz előtt az emberek 900 évig is éltek. Hát az meg hogyan volt lehetséges? Erről majd a második előadásban lesz szó holnap. És mi van az özönvízzel? Arról majd a 6. videóban lesz szó. És a dinoszauruszokkal? Arról majd a 3. videó szól. Az iskolákban azt tanítják, hogy egy egysejtűből fokozatosan váltál emberré. De vigyázz, mert ez a gondolkodás tönkretesz téged. Jézus azt mondta, hogy vigyázzatok, hogy valaki meg ne tévesszen benneteket. Ha egy gyerek 12-16 évet jár egy ilyen iskolába, milyennek fogja látni a világot? Valószínű, egy evolúcionista lesz belőle. Hé, ha a Biblia igazat mond a kezdetekről, lehet, hogy a világ végéről is igaza van, nem? Összegezzük csak. Isten alkotta a világot. Ő a tulajdonosa. Ő alkotja a szabályokat. Mivel megszegtük Isten szabályait, mindnyájan bűnösök vagyunk. Itt a 10 parancsolat. Az áll benne, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot. Azaz ne hazudj. Köztetek hányan hazudtak már életükben? Tegyétek fel a kezeteket. Ha nem, akkor még egyet elkövettek. Oké. Okay. Ne lopj. Hányan loptatok már el valamit? Na, az előbb már hazudtál egyszer, nem kell újra. Eddig mindnyájan hazugok és tolvajok vagyunk.
Felolvasom az egészet? Talán jobb, ha itt megállunk. Mindnyájan bűnösök vagyunk. Isten igazbíró, és nem nézheti el a bűnt. És vagy megbüntet minket, vagy pedig talál egy helyettest. Ez az, ahol Jézus bejön a képbe. Ki akarja fizetni a bűneidért járó büntetést? 36 évvel ezelőtt én kértem a megbocsátását. Hé, ha ma meghalnál, hová kerülnél? Dohányzó vagy nem dohányzó? Hova mész, ha meghalsz? Ezen jó, ha elgondolkodsz, mert igen hosszú ideig leszel halott. Ez az élet két dátum közti rövidke vonal csupán. Én is meghalok egy nap, ezt hagyom a végére, de csak bekövetkezik. Akár ma is. Láttátok már, hogyan vezetnek ebben a városban. Igazoltan őrültek vannak odakin, és akár hazafelé meghalhatsz. Hová kerülsz, ha meghalsz? Ha nem vagy biztos az üdvösségedben, miért nem kéred az Urat, hogy bocsásson meg neked? Ha már van üdvösséged, akkor mire válsz az ég szerelmére? Találd meg, mit tetsz az Úrért. Háború van. Keresd meg a helyed. Nyerd meg lelkeket, csinálj valamit az életeddel. Ha tudunk neked ebben valamit segíteni az anyagainkkal, hátul vannak a katalógusok, videók, amelyek segítenek a hitedet megerősíteni Isten igéjében. Remélem, élvezted ezt a sorozatot a teremtésről és az evolúcióról. Csak egy dolog fontosabb annál, hogy megtudjuk az igazságot a tudományról, és pedig az, hogy a mennybe kerülsz-e, vagy sem. Ha még nem ismered Krisztus, mint megváltódat, hadd magyarázzam el, mit kell tenned, hogy a mennybe juss. A Biblia azt mondja, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, mindnyájan megszegtük Isten törvényeit. Az emberek szemében néhányan rosszabbak, mint mások, de a Biblia azt mondja, hogy mindnyájunknak meg kell bánni a bűneinket. Ez fordulást jelent. Elfordulást a bűnöktől, és odafordulást Istenhez. A Bibliában a rómaiakhoz írt levél harmadik részében, a 23. versben ez áll. Mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Megérdemeljük, hogy meghaljunk, és a pokolba kerüljünk a bűneink miatt. De Jézus meghalt helyetted. Szeret, és azt akarja, hogy a mennybe kerülj. És bárki, aki kéri tőle az üdvösséget, annak ő megadja az örök életet. Ingyenes ajándék ez. A Róma 10:13-ban az áll, hogy bárki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ha most egyszerűen hívod és elmondod, Uram, bűnös vagyok, bocsáss meg, ő megteszi, kérd tőle, mert örök életed ad neked ingyen. Kérlek, imádkozz velem, ha szeretnéd Krisztust elfogadni megváltódnak. Nincsenek varázsszavak, Isten a szívedet nézi. Drága Úr Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok, megszegtem a törvényeidet, bocsáss meg nekem, kérlek. Mosd el véreddel bűneimet, és vigyél a mennybe. Jézus nevében, ámen. A Biblia azt mondja, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja, üdvözül. Ezért, ha kéred az Urat, ő üdvösséget ad neked. Olvasd a Bibliát, imádkozzál, és járj egy jó Biblia hívő közösségbe. Köszönjük! For more information and other materials offered by Creation Science Evangelism, call us at 850-479-DINO. That's 850-479-3466. Or visit us online at www.drdino.com. That's www.drdino.com.